Sziasztok, Lóri vagyok, és ez a TuneUp Radio legújabb adása, amelyben műsorvezető kollégáim András. Hello. És Gáspár. Sziasztok, mindannyian üdvözlünk titeket, azon alkalomnak az apropójából, hogy szeretném egy pár... Így áll még egy pár gondolatban megkérdezni a srácokat az új-zélandi utazásuknak az élményeiről, hogy milyen volt, hogy érezték magukat, úgyhogy, mert azt már láttátok többen különböző közösségi média felületeken, hogy a fiúk elutaztak egy két hetes utazásra Új-Zélandra, és akkor ennek az élményeiről szeretnénk akkor bővebben beszélni. Ugye ennek az apropójául többek közt azt szolgált, hogy mind a ketten nagyon szeretitek a Gyűrűk Urát, és mindenképpen egy erős motiváció volt, hogy a film forgatási helyszíneket is felkeressétek. Úgyhogy akkor először is azon az első kérdésem, hogy így az egyéb személyes motivációk ról még, tehát hogy a filmen kívül még más egyéb motivációk is voltak, vagy kifejezetten csak és kizárólag a filmhelyszínek felkeresése volt az elsődleges cél. Igen? Mondjuk kezdjük veled. Én szeretnék erre elsőként válaszolni, bocsánat, csak hogy már felrúgjam az adást. Nekem egyetlen motivációm volt ezen az utazáson, ezt őt Andrásnak hívják, aki azt mondta, hogy ugye, nem megyünk el Új-Zélandra. Igen, nagyon komolyan meg kellett győzni ezt az embert, de szerintem remélem nem bántad meg összességében. Hát azon kívül természetesen a Gyűrűk Ura, engem mindig is érdekelt Új-Zéland, mert az, hogy tényleg a világ konkrétan a másik pontján van egy ország, ami működik, ahol nagyon-nagyon kedves emberek élnek. Engem nagyon érdekel a maori kultúra, akik ugye az óceániai szigetlakókból eredeztethetőek, illetve a tájak. Tehát olyan tájak voltak, és nem csak a Gyűrűk Urában láttam, hanem más helyeken is, amik hát nem a magyar alföld gyermeke személynek lettek elkészítve, vagy felvonultatva, úgyhogy nagyjából ez a három dolog. Tehát a Gyűrűk Ura, a világ másik végén, hogy működik egy ország kérdése, és a tájak összességében. Király. Tegnap egyébként egy kicsit utána néztem Új-Zélandnak, és roppant érdekes, hogy egy körülbelül a Magyarországhoz számítva olyan 2,5-szeres az ország nagysága, de a lakosság az kb. Így fele Magyarország lakosságának, tehát 4,9 millió ember lakik ott. És ezt nagyon érezni. Nagyon durva, hogy ennek a 4,9 milliónak a döntő része Oaklandben és a környékén, tehát 1 millió ember lakik ott. 1,6 millió. 1,6, most már azt a mindenit. Most már igen, két nap alatt költöztettek 600 ezer ember. Nem két nap, tegnap este néztem meg, úgyhogy így hirtelen 600 ezer ember oda költözött Oaklandbe. Te jó országot néztél? Igen. Ne, hát Oakland volt ez is. Nagyon vicces, csomóan megkérdezték, hogy ó, igen, Izlandra mész, de király? Tehát, hogy nem értették, hogy Új-Zéland. Ja, igen, Izland, az ott északon, az északi fényt láttad, és akkor így... Tényleg? Hagyok idő. Igen, volt ilyen többször is. Jó. És egyébként az a vicces, hogy Wellingtonban, a fővárosban 200 ezeren élnek. Mennyi? 200 ezer ember. Felfoghatatlan. Na mindegy, szóval, igen? Jó, mindegy, szóval mindenképpen ez egy érdekes sztori, hogy egy hozzánkhoz képest 2,5-szeres nagyságú országban fele annyi ember lakik, és amennyire utána jártam, ezek az emberek döntően a partvidéken laknak, mert az ország középső része mind az északi, mind a déli szigeten elég erősen hegyi. Igen, és nagyon-nagyon vigyáznak ott a természeti értékekre. Igen, összeszámoltam durván, az ország 10%-a természetvédelmi terület. Ami nagyon durva. Igen, és ez még sokkal több volt, csak aztán ugye az emberi kolonizáció az igen negatív hatással volt az országra, de most dolgozik azon nagyon az új-zélandi kormány, hogy visszafogja ezeket a fakitermeléseket, és minél inkább érintetlenül hagyja a természetet. Igen. Hát azt olvastam, hogy a 13. században értek oda a maoriak, tehát ők voltak az első lakosai a szigetnek,
És amikor a 17. században jött Cook kapitány, meg a mindenféle egyéb ilyen brit hajósoknak a hada, és ők gyarmatosították. De egyébként szerződéses alapon, tehát hogy ezt így a helyi lakosok, nem igen. tudom mennyire értették, hogy mit írnak alá, de... Nem volt annyira durva, mint Amerikában. Erről egyébként volt egy ingyenes múzeum Wellingtonban, ami brutális, mert egy ötszintes, hatalmas múzeum volt, iszonyat igényes berendezéssel, vetítésekkel, és ott például fenn volt ez a szöveg, és vicces, hogy teljesen más a szövegértelmezése a maori nyelven írodott szerződésnek és az angol nyelven írodott szerződésnek. Érdekes mondom, az angol nyelvű szerződés az picit negatívabban befolyásolja a maoriknak az életét, és aztán végül ebből volt is valami kis haddelhad, és a végén létrehoztak azt hiszem egy közösen fordított szerződést, a Google Translate. Igen. Jó, hát ez mindenképpen jó hangzik. Gáspár is a vonalban van, amúgy. Igen. Nem baj. Nem, most csak így próbáltam így röviden fölvázolni a Új-Zélandnak a helyzetét, így összegezve, hogy mi is ez az ország. Az most így kvázi, hogy hol található, azt mindenki szerintem remélem tudja, hogy ki, milyen éghajlat van ott, az meg kb. Kit érdekel, mondjuk ki hát akkor, hogyha van valami jó történetetek hát igen, ezzel kapcsolatban. Az, hogy ugye a országnak az északi része, Auckland, az inkább a szubtropusi éghajlatnak a gyermeke, ami azt jelenti, hogy sajnos az első pár napban nagyon sok eső esett, ami nekem picit el is rontotta így az élményt, és hát aggódtam, hogy mi lesz, ha végez lesz. De ahogy haladtunk délfelé, mert ugye az egész országot bejártuk az északi szigettől a déli sziget legaljáig, egyre inkább mérséklődött az éghajlat, és délen már majdnem ilyen fjordi, kicsit ilyen norvég, skandináv éghajlat volt, tehát tök jó volt ezt így átérni, fokozatosan megyünk át a trópusiból egyébként az óceáni. Óceáni. És azt néztem egyébként, tehát a középhőmérsékletek között nincsen perdöntő különbség, tehát a déli szigeten ilyen, nem, most, hogy jól emlékszem, 2-22 fok között ugrál a középhőmérséklet, ugye a leghidegebb, legmelegebb között, az északi szigeten pedig 9-24. Tehát, hogy nincs perdöntő különbség a legkisebb és legnagyobb középhőmérséklet között. Ja, ugye ez ott nyár volt éppen, amikor mentünk, és tökéletes ilyen 21-2-3-4 fok, tehát nem ez a nagyon kánikula, nem ez a nagyon hideg, hanem ez a pont, ez a rövidgatyás pólus, néha pulcs is idő volt. Nekem, igen. És hogy viseltétek az utazást? Hány óra is volt? Erre Gáspár válaszoljon most akkor. Ő először utazott ilyen hosszút. Igen, ugye egyrészt elmentünk Londonba, hogy így egyetlen a világba kiussunk valahogy, valamiféle módon. Az volt egy jó bő 2 óra, azt hiszem, maga a repülőút. És aztán onnan volt Hongkong. Hát azt hiszem 11 vagy 12? Hát volt az, igen, 11 fél kávéja. 11 fél, és akkor onnan Hongkongból Auckland, meg még 10. Úgyhogy elég combos volt, de igazából tehát az volt, hogy felraktak Londonba a repülőre, ez ilyen délután, nem tudom mikor volt, repülgettük egy órát, adtak vacsorát, és aztán lehúzták az összes ablakról, hogy de most csak alvás. És aztán megérkeztünk Hongkongba, nem tudom meg milyen időzóna, szerint nem tudom meg mikor, felszálltunk az Aucklandi repülőre, repültünk egy kicsit, adtak vacsorát, és aztán leúzták az összes rólt, hogy akkor alvás. És aztán megérkeztünk, nem tudom, délután 1-kor Aucklandbe, és így tényleg így nézzük, hogy hát jó, akkor délután 1 óra van. Tehát, hogy így a jetlag, mint olyan, az szerintem igazából nem ütött meg minket, igen, hál' Istennek. Nagyon nagy mázink volt, tehát hogyha mondjuk reggel 8-ra érkeztünk volna meg, akkor az biztos, hogy halál, hiszen nem tudtunk volna fennmaradni estig, hogy aztán ugye helyreálljon ez a szervezetünk, hanem hát jó, mondjuk én úgy csináltam, hogy fennmaradtam kb. Este 6-7-ig, és 12 órát aludtam másnap reggel, 7-8-ig, de nagyjából sikerült helyreállnom, úgyhogy nem volt gond, és visszafele is nagyon nagy mázlink volt, ugye pont 12 óra az időeltolódás.
Egyébként a Cathay Pacific nevű légitársaság vitt minket, ez egy hongkongi légitársaság, én nagyon meg voltam velük elégedve, mert a gépeik azok viszonylag modernek, tehát baromi jó minőségű tablet van ugye mindegyik ülésnek a hátulján, és ott a legmodernebb, legújabb filmek, tehát az Oscar filmeknek a nagy részét én ott néztem meg, a Favorite-et, a Csillagszületiket, néztem még a Whiplash-t újra néztem, ez egy tök jó kis film, és rengeteget passziánszoztam, de szerintem ilyen több száz meccset lejátszottam. Élőbe tudtad nézni, hogy a gépnek a szárnya, illetve a gépnek azt hiszem az orránél volt egy kamera, tehát például felszállás-leszállásnál. Élőbe tudtad nézni egy hatalmas térkép, hogy hol jár a repülő, mennyivel megy, mennyi van még hátra. De rohadt jó. Tehát, hogy nagyon-nagyon király volt, és ilyen szempontból nem unatkoztam egyszer sem, mert mindig tudtunk valamit csinálni, mindig néztünk valami filmet, vittünk egy Nintendo Switch-et, tehát azt is használtuk, enként ilyen volt a térkép, hogy ott mutatta, hogy akkor New Zealandra már mindjárt megérkezünk, és akkor feldobja mindjárt, vagy feldobja ilyenkor, hogy hány óra van hátra. Ezt is nem. Ezt majd egyébként elvileg látni fogjátok a YouTube videóban is. Úgyhogy király volt nagyon. Adtak kaját, ugye az is egész emberi volt, lehetett kérni folyamatosan ilyen snackeket, meg italt, úgyhogy semmi probléma. És hogyan készültetek föl arra, hogy osztjátok be a két hetet, ami előttetek el? Tehát mi volt az úti terv? Meg volt előre beosztva az, hogy mikor mit csináltok, vagy volt valami improvizációs jellege a történetnek? Hát nagyjából úgy volt, hogy én összeállítottam, hogy mi az, amire én kíváncsi vagyok, mondjuk ilyen 8-9 dolog, azt mondja, hogy odaadtam Gáspárnak, hogy kezdjen vele valamit, találja ki az úti tervet, mert hát az ő asszisztensi múltja meg jelene azért erre elég skillt adott, és ő volt az, aki összeállította végül, hogy melyik nap hova megyünk, szállás, ugye autóbérlés, az ugye fontos, hogy egy autót béreltünk Oaklandből is, és azt egészen a Queenstownig a legalsó városig használtuk. Úgyhogy nagyon pöpecű, mert minden, semmilyen sztorit nem tudok sajnos ezzel kapcsolatban mondani, mert minden óramű pontossággal működött. Na, hát... Köszi, hát Gás. Ahogy Gáspár azt szakszerűen összeállította. Igen. Igen, igazából tehát az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy azért magában az országban, most ez így csúnyán fog hangzani, de hogy azért olyan nagyon sok tennivaló az így feltétlenül nincsen. Tehát, hogy igazából a túrának a legnagyobb része az, hogy elmész és csorog a nyálad, mert olyan a táj, hogy beugazol. Tehát, hogy ez mondjuk nekem picit fura is volt, hogy ezt így meg kellett szokni, hogy én szépen beterveztem, hogy jó, oké, Oakland városnézés egy nap, és aztán így elmész Oaklandbe, én csak így rágugrizol, hogy nem tudom én Oaklandbe miket kell megnézni, és akkor kidob így két dolgot. És akkor így nézel, hogy jó, tehát hogy nem ehhez vagyok szokva, amikor ugye voltam tavaly szeptemberben Párizsban, ahol érted, van 86 múzeum, ami ilyen muszáj megnézni, meg Eiffel-torony, meg Diadali, meg Szajna, meg faszom, Notre Dame. Tehát, hogy így ehhez vagyok szokva, ugye az európai, nem tudom én, több ezer éves történelemhez, vagy még azt mondom, hogy jó, nem is több ezer, mondjuk ezer éves történelmi városokhoz, és akkor így Oaklandben meg így, hát van egy ilyen torony, amiben így fel lehet menni, és akkor így megmondjuk meg a kikötő, de hát az is érted, ilyen tök modern, tehát hogy ennyi, és akkor így jó. Igen, ez nekem picit csalódás volt, de aztán végül túltettem magam rajta tenni, igazából azt javasolnám, hogy aki ilyen városnézős ember, az ne nagyon menjen Új-Zélandra, mert olyan sok látnivaló nincsen. Tehát főleg Oaklandben, majd nézzünk képeket, a legtöbb ház ilyen újépítésű, szürke, szürkészöld, árnyalatú, tehát nincsenek, tehát ahhoz képest Budapest egy építészeti remek mű. Tehát az, hogy már végigmész a 4-es-6-ossal a Margit hídon, és ott a vár, meg ott a parlament, meg ott a Margit sziget, tehát hogy az ilyen szempontból érdekesebb. Új-Zélandnak inkább a természeti értékei azok, amik viszont utolérhetetlenek szerintem. Itt egyébként, amit látsz, az a Oaklandi repülőtéren egyébként tök hangulatos volt, hogy ahogy már megérkeztünk, rögtön egy ilyen maori mintázatú kapun kellett átmenni, és szólt a maori zene, és már volt is írva valami a kultúráról, tehát ilyen szempontból nagyon büszkék rá, hogy innen eredezthethető az új-zélandi kultúrának egy része. És tök jó volt, hogy egy átlag reptér, ami ugye a világ összes részén ugyanúgy néz ki, mindenhol fehér, meg szürke, és akkor beraktak egy ilyen gyönyörű boltíves kaput. Ezt valóban király. És az országba bejutásról még esetleg, mert az se volt könnyű. Na, mesélj. Gás, esetleg? Hát ugye az a
lényeg, hogy ahogy mi beszéltünk róla, hogy ugye ők nagyon, tehát a Új-Zélandnak volt valamikor, nem tudom én, x ezer éve egy nagyon szép burjánzó ökoszisztémája, amit ugye egyszer az annó megérkező maurik, és aztán főleg a megérkező európaiak, hát gyakorlatilag tönkre basztak, vagy közel tönkre tettek azzal, hogy jó, akkor hozzunk be szarvasokat, hogy majd jól vadászunk rájuk, meg hozzunk be ezt, meg azt, meg amazt, és ezért olyan mennyiségben, meg olyan élőlények terjedtek el ezen a szigeten, amik a helyi őslakos növényzetet, meg állatokat, azt egy kicsit így tönkre verték. És ugye most az a óriás mission Új-Zélandon, hogy akkor ezeket az oda nem illő dolgokat, ezeket így vagy kordába tartani, vagy effektíve kitakarítani, és visszaállítani ezt a minden inkább eredeti állapotot. És ugye ez azt vonja maga után, hogyha te külföldről jössz, akkor ilyen, hát nem mondom, hogy ilyen átvilágítás van, de hogy azért ott rákérdeznek, hogy akkor mit hozol be, milyen, nem tudom én, hozol be valami növényi eredeti dolgot, állati eredeti dolgot, a cipőd járt-e mostanában olyan helyen, ahol más állatok vannak, és igen, akkor azt mindenképp jelezned kell, és akkor nem tudom, megnézik, és ha úgy van, akkor letakarítják, vagy lefertőtlenítik, vagy elveszik, vagy nem tudom, hogyha úgy ítélik, hogy a természetre az ártalmas lenne, vagy erre az ökoszisztémára ártalmas lenne. Jó. Tehát, hogy ez ilyen 4-5 lépcsős, igen, komoly csekkolás, hogy te bejuthass egyáltalán. Uh-huh. És csomószor ilyen üzenetek, hogy last chance to declare or dispose, tehát, hogy nagyon-nagyon figyelmeztetek arra, hogy bármi rosszat be akarsz vinni, akkor viszont látásra. Tehát ilyen szempontból az, ahol én voltam, eddig ez volt a legkomolyabb. De ilyen szempontból értető tényleg, hogy vigyáznak az értékekre. Például majd később látható lesz, vannak őserdők, meg esőerdők, és ugye mielőtt bemész egyáltalán az esőerdőbe, van egy kapu, ahol neked le kell a cipődet fertőtlenítened, hogy nehogy bevigyél bármiféle baktériumot. Tehát, hogy ez Magyarországon, vagy bárhol, ez ilyet sosem láttam, hogy ilyen 3 lépcsős kefélés, meg kettítés, nem, tehát, hogy 3 lépcsős tisztítási folyamatnak kell a cipődet alávetned, hogy bemehesse az erdőbe. Az igen. Úgyhogy tök jó. Miért nem mezítláb, és akkor jönnek majd a jó öreg mérges pókok, és agyon csípnek. Egyébként Új-Zélandon nem annyira. Nem? Ott nincsenek. A Ausztrália igen, nagyon igen, dura. Azt hallottam. Ez több mint 1000 kilométerre van onnan, tehát igen, hogy ott nyugalom és béke honnan. Na, ez pozitív, mert Ausztráliában azért ott komoly veszély. Vannak jó szorít, tehát ott ami ártalmas és veszélyes az emberre, az ott él. Tehát még hogyha csak úszkálsz a tengerben se vagy biztonságban, mert van valami olyan medúza, hogyha megcsíp, meghalsz, tehát így ja, kész. Meg szápák, meg minden ott simán. Ja, igen. Még ti egyel békésebben voltatok. Tényleg nem volt semmilyen probléma. Még aztán elfelejtettük mondani, a hongkongi járaton azért volt egy kis para. Na. Majd, hogy így érzelmileg. Tehát ugye vársz a repülőre, hogy bemehess, és ott hallottunk gyereksírást. És akkor egy ilyen tipikus ilyen angol, kicsit lepukkant arcú kopasz csávó meg a csaj, és egy ilyen, hát nem tudom, egy éves csecsemővel ott voltak, ha jól mondom, kurva jó lesz. De a távolba vonyított a gyerek, az nem zavart annyira. Beszálltunk a gépre, leültünk a helyünkre, tök jó, és halljuk a gyerek sírást. És egyre közelebb, és közelebb, és közelebb, és közelebb jött, és mit gondolsz, hova ültek le? Mellétek. Elénk pontosan, tehát az előttünk lévő székre egy 12 órás repülőútnál egy ordító gyerek. Uh-huh. És én mondom, ekkora szerencsénk legyen a lotton tényleg. Úgyhogy a gyerek az első 4-5 órát végigordította, az én hallásom az így részben megsemmisült, de onnantól már szerintem rendben volt. Még az utána lévő 12 órás járaton Gáspár fogott ki maga mellé egy kínai barátot, akit aztán megvakított, és elmeséltél, mert az jó volt. Halló? Ja igen, nem kéne lemérítem, hogy mikrofonokon beszélek. Tehát megérdemelte azt, hogy kiégettem a szemét, az úr az utazásnak az első, nem tudom én, 2 óráját azzal töltött, hogy aktívan szívta a taknyát. Aktívan és hangosan szívta a taknyát. Gondolkodtam rajta, hogy az ő kultúrájukban mondjuk mekkora sértésnek számít, hogy felajánlok neki egy zsebkendőt, mert
vagy kifújja az órát, vagy az arcába hányok. De aztán végül is inkább elaludt. És ugye úgy nézett ki a dolog, hogy Andris ült az ablaknál, én meg középen, és a bácsi ugye a folyosón, tehát ahhoz, hogy mondjuk elmenjünk WC-re, ahhoz fel kellett kelteni. És akkor hát egy darabig bírtuk, de azt mondjuk, hogy jó, akkor most felkeltjük a bácsit. Ami ugye úgy nézett ki, hogy még az előző repülőn, ami ugye Londonból ment Hongkongba, ugye az volt, hogy ránk húzták a sötétítőt, hogy akkor alvás. És ezért én ugye azért néztem a kis térképeken, hogy hol tartunk, meg hogy jó, itt már azért nappalodik, vagy kell a nap. És így kinéznék azért a röpülőből, hogy ilyen szigetek, meg Pápua, Új-Guinea, meg ilyenek ugye érdekeltek volna. És aztán ugye picit felhúztam ezt a kis redőnkét, és akkor hát az atomvillanás következett be, tehát mint a nap feltűnére látogattuk volna, akkor mondtam, jó, akkor most nem fogunk kinézni. És ugye ebből tanulva a Hongkongból Oaklandbe tartom második repülő után a szörtyög a kínai bácsival, ott már úgy voltam, hogy jó, akkor amikor látom, hogy ahol vagyunk, ott így már kezd pirkadni, akkor mondom, most felhúzom a redőnyt, és akkor itt szépen fokozatosan fog bejönni a fény, és ugye nem atomvillanást csinálok. Na, arra nem figyeltem, hogy a szépen fokozatosan bejövő fény, az már elég erős volt, és pont a bácsi arcába csapott, amikor is én úgy döntöttem, hogy na, akkor most tetszik maga felkelni, mert nekem pisálnom kell. Na, bocsánat. És akkor így képzeld el, hogy alszol, oldalba mögött valami hülye európai barom, kinyitod a szemed, és az első dolog, amit meglátszott, a nap. De hogy így pedig át, és a fehér, a white power. Igen, tehát, hogy akkor kicsit úgy éreztem, hogy úgy nézett rám a bácsi, hogy a kurva anyámat, de én meg úgy voltam, hogy hát te meg két órán keresztül a taktőrat szívtad, úgyhogy bázz meg. És én még fel is kellett kelni a szerencsétlennek, hogy a Gáspert kiengedje pisálni, tehát ez jól indult az te is kijöttél, na, a jó, tehát, okay, hogy, na, nem fogsz rá, de ugyanúgy kijöttél akkor, tegyük hozzá, csak hogy így nem mozdítottuk előre a kínai-magyar barátságot. Nem, arra megvannak a megfelelő diplomaták, hogy ezt előmozdítsák, úgyhogy... Mértük stopperrel az időt, a Gáspár lakás által onnan indultunk, az Oaklandi szállásunkig 36 óra 38 perc telt el. Tehát annyit utaztunk. És szivatsz? Nem. Másfél nap? Hát igen. Igen. Basszus. Azért az kőkemény. Ja. Megérkeztünk Oaklandbe, és úgy éreztük, mint amíg mindig Hongkongban lennénk, mert Oaklandben elképesztően sok az ázsiai, de olyan szinten, hogy voltak olyan buszjáratok, ahol csak mi voltunk ketten fehérek, és a különböző maláj, meg tájföldi, meg kínai mellett még nagyon sok az ilyen indiai, pakisztáni. Tehát, hogy fehér ember nagyon kevés, ami én nagy vagyok, mert hogy oké, tehát, hogy teljesen megértem, és ahogy haladtunk délebre, az országban úgy egyre kifehéredett, mondjuk úgy az általános populáció, és vicces volt, hogy hát úgy voltunk vele, hogy húla fáradtak voltunk, akkor üljünk taxiba, és vigyen az első szállásunkig a csávó, és akkor ő nagyban szabadkozni kezdett, mert egyszer megálltunk a piros lámpán a 20 másodperc, hogy elnézést kérek, a heavy traffic van, tehát nagyon nagy a forgalom, és akkor megnézném ezt az embert, hogy 3 órán keresztül áll a nagykörúton, tehát hogy neki mi a heavy traffic, és azóta egész végig ezt mondtuk, hogyha megállt a busz egy 10 másodperc, hogy heavy traffic van, késő fogunk mindenhonnan. Igen, tényleg, tehát az a kinéző az ablakon, és hogy így ember, hát tehát, hogy a tököli utó hajnali 4-kor nagyobb forgalom van ennél, nem tudom, miről beszélsz. Jó, ez nagyon kedves volt az út. Jó van, és akkor, tehát Oaklandbe érkeztetek, hány napot töltöttetek ott, vagy mi volt ott a terv? Hát azt hiszem talán 3 éjszakát, vagy 2 éjszakát, nem tudom. 3-at. 3 éjszakát. Az első éjszaka nyilván az a halál volt, tehát hogy próbáltuk túlélni, egyébként ez egy Airbnb-s szállás volt, az első és egyetlen. Egy Will és Jill nevű házas pár, akik olyan, mint ami szitkomból jöttek volna, az ugye nekik volt egy ilyen nagy házuk, és a ház mellett volt egy ilyen kis, hát egy kutyaház, vagy nem tudom, minek nevezem, egy pajta, mindjárt látod majd a videón. Hát ott lettünk mi elszállásolva. A kutyaházban? A kutyaházban. És egyébként teljesen kulturált, felszerelt volt, volt internet, volt szép ágy, meg minden, úgyhogy teljesen rendben volt a dolog, és jól éreztük magunkat.
Szerintem jó fejek voltak, pont annyira voltak kedvesek, hogy nem ez az idegesítően beszélgetni kell velük folyamatosan, hanem ha kérdeztek, akkor válaszoltunk, ha kérdeztünk, válaszoltak, körülbelül aha. ennyi volt. Segítettek nyomtatni, 2 órán keresztül tartott, de sikerült. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. Ez olyan Oaklandnek, egy kicsit ilyen, hát ilyen kertvárosi részében volt. Uh-huh. Tök király hangulatos. A gyerekek ott ilyen egyenruhában, a kiskolán egyenruhában. Ó, azt a mindenit. Úgyhogy, ja, király volt. Királyság. És akkor mi volt az első termékeny napnak a... Hát a városnézést terveztük be, konkrétan a házunk mellett körülbelül 5 percre egy ilyen esőerdő, őserdő van, Oaklanden belül, itt láttad is a videót, hogy tök király ilyen kis sétautak vannak, nagyon jellemző egész Oakland, hogy iszonyatosan zöld, tehát hogy nem úgy, mint hogy Budapesten csak a Margit-sziget kb. És akkor örüljél, hanem mindenhol folyamatosan ilyen sűrű erdők és sűrű természet található, ezt nagyon élveztük, és hát magában a városban pedig ahogy mondtuk, nagyon sok említésre méltó nem akadt. Ugye van ez a Sky Tower, aha. ez egy nagyon-nagyon magas torony, ez gyakorlatilag az Eiffel toronynál is egyébként magasabb. Uh-huh. Ezt néztük ki magunknak, hogy felmegyünk rá. Vannak egyébként elszórva ilyen Lime nevű elektromos rollerek, amik olyasmi, mint a Mol Bubi, aha. és vicces volt látni, hogy itt a járda közepén ott hagyja valaki, és simán probléma nélkül a következő ember majd megy vele tovább. tehát látod király. Azért, tehát olyan sok érdekes dolog nincs, tehát vannak majd irodaházak, igen. meg vannak kis házikók, itt Gáspár szakállára egy szuper közeli. Van egy-két érdekesebb építmény, mint például ez a Komp állomás. Merre, az volt egy templom, az milyen templom? Római katolikus, vagy protestáns? Az a kompálomás szivac, ezt templomnak néztem. Nem. Egyébként anglikán egyházak vannak ott elsősorban. Azt vágom, hát nyilván a britek miatt, de van egy olyan, összesen egy olyan kb. 20-30%-nyi katolikus meg protestáns vallású ember is Új-Zélandon. A Sky Towerről egyébként elég jó volt a kilátás, nem tudom, fizettünk valami jegyetlen, és akkor felvitt egy lift, aminek egyébként nem volt alja, mert hogy át lehetett látni. Jézus, mert én meghaltam volna. Hát kicsit beszaratos volt, és fent is voltak ilyen üvegek, amin is át tudtál sétálni. Úristen, én összefostam volna maga. Hát kicsit... Az én már nézni sem bírom. Kicsit remegett a térdem, amikor így a semmi fölött állsz. Ja vagy, hát én utálom az ilyeneket, mert a West Endben is ki vagyok ettől. Ez egy kurva magas idők. Fúj, hallod? Ne. Jó, szegény Lóri, mindjárt leszédül a kanapéról. Oké, menjünk tovább, mert én ezt nem bírom, tehát nekem ettől tériszonyom van. Tehát nagyon szép kilátás volt a Sky Tower, és egyébként Oaklandre jellemző, hogy nagyon sok ilyen kis zöld dimbes domb veszi körül. Fel is mentünk az egyikre, aminek a neve nem más, mint a Mount Eden? Gás. Igen, csak szeretem volna kínos trendet kreálni. Így 3 percet vársz arra, hogy ami nem más, mint... Igen. Úgyhogy nekem hát ugye vulkáni eredetűet gyakorlatilag az egész sziget, és ugye magában Oaklandban is nem is tudom hány vulkán, az ami úgy ott van. És ugye a Mount Eden is egy ilyen inaktív vulkán, aminek ugye a krátere az egy elég szép szép nagy mélyedés, ami látszik a képen most. Ja. Igen, látszik. Hát majd ide kell bevágni pontosan, hogy ott akkor, amikor azt mondom, hogy most. Igen, tehát gyártom burkolaton Andrásnak a melót. És igen, oda felsétáltunk, nagyon szép kilátás, tényleg 360 fokba ott, és még azt néztük, hogy mennyire eszméletlen mennyiségű zöld van tényleg a városban. Tehát nem azt érzed, hogy egy ilyen, nem tudom, egy metropolis, vagy egy ilyen nagyon brutálisan betonváros, hanem tényleg az, hogy van egy erdő, és aztán amúgy van benne néha egy város. Uh-huh. Vagy egy-két ház, vagy ilyesmi, és azért mondjuk úgy elterül azért azt mondom ez a város így, tehát hogy elég nagy az alapterülete, ha így messziről nézel rá, de nagyon szép, meg nagyon jó, hogy nem ez a beton dzsungel, hanem igazi dzsungel. De ez pozitív, igen, királyság. Még egy-két dolog csak, hogy hát a Oaklandi tömegközlekedés sem van még mit csiszolni, tehát ez ilyen szempontból a budapesti BKV az egy tökéletesen csiszolt gépezet.
Kezdjük úgy, hogy szerintem a legtöbb oaklandinek van autója, tehát hogy nekik nem prioritás annyira, hogy, hogy kiépített legyen a tömegközlekedési hálózat. Gáspár többször is igen heves vitákba keveredett a buszsofőrökkel. Azért már majdnem egy-két pofon is elcsattad. Meg szakárángatás. Ez ilyen Asterix-es. Igen. Egy-két magányos könycsepet is láttam legördülni a utazótársam arcán, de majd ő elmesél, hogy ezt hogy érte meg. Jó, hát ez egy elég erőteljes túlzás volt. Na. Tehát úgy kezdődik a dolog, hogy a buszt, ami jön, azt le kell inteni. Ó, jó balkáni módszer, az igen. Nagyon jó. Egyébként igen, tehát hogy ez így jó, nem? Tehát... Igen. Minek álljon meg, és akkor kínosan ott állt, akkor mutogatsz, hogy nem kell megállni, az meg visszamutogat, hogy akkor miért nem jelezted hamarabb. Igen. Hát figyelj, tehát most csak egy rövid intermenzó, tavaly voltam ugye Koszovóban, tehát ott a busz az úgy néz ki, hogy elindul a végállomástól, és ameddig ki nem ér a városból, addig gyökkettővel megy, mert bármikor bárki felszállhat, és ezért tök nagy a menetidő egy ilyen tök közeli településre, mert egy ilyen gyökkettővel megy, ameddig ki nem megy a városból, mert folyamatosan bárki felszállhat. De ez úgy, hogy meg kell állnia és felszállsz, vagy úgy, hogy folyamatosan nyitva van, mint a San Francisco-i villamos, nem. És kivel ugrasz? Nem, meg kell, megáll, kinyitja az ajtót, felszállsz, aztán... Fekszik egy csöves a földön, felrakja a kezét, és meg kell állni a busznak. Szerint, ugye? Nem, azért ilyen szinten nem. De nem azért le, tehát frankon leintik a buszt. Jó, oké. De vannak megállók, nem? Vagy nincs van, meg? De van, ja, van normális megálló, de hogy bárhol érted, te ott vagy a járdán, és leinted a buszt, megáll. Tehát ez a Pista bácsi lovas szekre, nem? Tehát igen, és egyébként ott jöttünk rá, hogy mennyire ügyesek voltak, akik később szálltak föl, mert fizetni kellett azért, hogy bemehess a busz végállomásra, tehát mi felszálltunk. Jó, igazából rohadt kevés volt, valami 10 eurócent, de hogy akkor is rágott. Oké. Jó. ez is egy kultúra, mondjuk úgy. Na mindegy, igen, bocsánat. Hát 30 forint, de hát tudom, hogy miért fizetnék, hogy hát bazd meg, hatra lehet nem fizetni, akkor minek fizetni. Így van, így van. Jó magyar ember. Kis balkán, igen. Tehát, hogy itt van busz megálló, és igazából tényleg az, hogy ki van táblázva, ki van írva szépen, hogy ha jön a buszod, akkor rak fel a kezed, és integes neki. És akkor integetsz a busznak. Hát az első busz ott mi, illetve egy új-zélandi hölgy állt a megállóba, a hölgy integetett a busznak, mi úgy voltunk, hogy jó, hát akkor nekünk legalább nem kell, majd a busz az nem állt meg, hanem tovább. Gáztadott. A következő sorokig, ahol is aztán eszébe jutott, hogy ja, hogy a nő az nem egy legyet kergetette valószínűleg a busz megállóba éppen, hanem lehet, hogy neki intett. Úgyhogy akkor satufék. Emberek repültek ki az ablakon. Emberek nem repültek ki, mert emberek nincsenek. Jó. A busa felrepült. Haverja. És akkor futottunk mi is a hölgyel, majd felszálltunk, mondtuk az embernek, hogy hova szeretnénk menni, majd közöltük vele, hogy hát... igazából egy 50 dollárosunk van. 10.000 forinttal. Ami 10.000 forint, ez így reggel, nem is tudom, mikor 9-kor. Igen. Te azt hittem, lehet bankkártyával fizetni. Igazából így reggel 9-esek. Azt hittem, hogy lehet bankkártyával fizetni, mert ez ilyen modern ország, de hát erre nem gondoltak. Erre nem, mert kezd Isten, a buszon. Igen. Kezdjük ott. Mi? Ugye turisták. Na, és akkor mondta a bás, hogy hát úgy azért reggel 9-kor legközelebb próbáljunk már meg nem 50 dollárossal jönni, és mondta, hogy jó, szálljatok fel. Ez ott az első élmény. Innentől csak a lejtmenet következett. Következő buszsofőr egy megtermett maori úr volt, akinek így mondtam, hogy hát hova szeretnék menni, mondtam én ezt kiváló angolsága, majd ő válaszolt valamilyen nyelven. Valószínű, hogy angol volt, de hogy én egy kurva szót nem értettem belőle, az biztos, akkor megkérdeztem, hogy ugyan mit tetszett már mondani, mert hogy én így nem értettem, erre megint mondott valamilyen nyelven. Kicsit ingerültet meg. És aztán adott jegyet valahova. Jó, akkor oda megyünk. Aztán közben én rájöttem, hogy én igazából én is elcsesztem, mert rossz megállót néztem ahhoz képest, ahova menni. Akkor mondtam, hogy jó, hát akkor majd
ugyanúgy hívják azt a megállót, és hogy nem tudom, akkor menjünk tovább egy vagy két megállóval. Majd egyszer csak felugrott az úr és közölte. Azt valahogy érdekes mondani, azt értettem, vagy ezt érthetően ki tudtam mondani, hogy na, itt a megállatok. Hát, meg azt, hogy megáll és hátrafordul és ránk ordít, azt így értettük, hogy valószínűleg az lesz, hogy itt kell lesz helyet. Szavak nélkül is egy mordulásból értettük volna. Igen. Itt már egy kicsit ideges voltam így az egész közlekedési rendszerre, mert hogy az van, hogy igazából tehát ugye Budapesten úgy van, hogy ha van egy megálló, akkor annak a megállónak egy olyan neve van, amilyen neve nincs más megállónak. Tehát, hogy azt úgy hívják. Tehát a Deák tér, az a Deák tér. Az Asztória, az az Asztória. A akármilyen utca, az az akármilyen utca, és ott van a megálló. Oaklandben nem. Tehát Oaklandben, ha mondjuk, mit tudom én, van egy ilyen Andrássy út méretű, vagy hosszúságú, mondjuk nem is olyan hosszú, de mondjuk azt mondja, hogy egy ülőút hosszúságú út, akkor azon a megállókat úgy hívják, hogy Üllőjút 40, Üllőjút 46, Üllőjút 48, és nem úgy, hogy kereszt utcákról van elnevezve. Na jó, akkor viszont rájöttem sikeresen, hogy a megállóknak van egy száma is, ami viszont úgy néz ki, hogy ez egy egyedi. Tehát mit tudom én, 7496-os megálló. Az, ami, ahova mi szeretnénk menni, akkor mondom, a következő buszra felkészültem, felszállok, közöltem a turbános Móri bevenni. Nem. Aladin. Ugye nem is az angol gyarmatos utakra érkezett, vagy repülőszőnyeg. Pillanat, Google Maps ezek már nem jut eszembe az ország. Az indiai... Vagy elefántra utaztatok, vagy mi? Az indiai miniszterelnök a Turbán Viktor. Okay. Bangladesi volt szerintem a bácsi, jó, vagy valami hasonló. Vagy Sri Lanka. Vagy Sri Lanka. Mindegy. Akkor én neki mondtam, hogy na, akkor én a 7876-os megállóba szeretnék menni. Majd mondta, hogy ez nagyon jó, csak legyek már olyan kedves, és megmondjam, hogy hogy hívják ezt a megállót, mert ő nem tudja a számot. Akkor itt meg én egy kicsit úgy mondta, hogy jó, akkor így hívják. És aztán valahogy kialkuttuk, hogy akkor tulajdonképpen hova is szeretnénk menni. És aztán... Azután ja. Megkaptuk a bérautót, és egy isteni ajándéknak éreztük. Az, igen, az nagyon, hatalmas nagyon. Élmény volt egyébként utána, hogy nem kell másokhoz igazodni, hanem. És milyen volt a baloldali, vagy jobboldali közlekedés? Hát baloldali közlekedés. Itt van valószínűleg. Vagy te eddig rossz oldalon egy? Én eddig folyamatosan rossz oldalon, mondom, miért jön mindenki szemben? Mindenki hülye, bazd meg, és így nem. Hát figyelj, azért én most így előadhatnám magam, mint a nagy király, de én igen csak egy pánikrohamot kaptam, amikor először beültem az autóba, mert nem elég, hogy tök más oldalon ülök, nem elég, hogy a forgalom a totálvási király, nem elég, hogy tök mások az ottani etikettek. És még Gáspárm is még más. Is ott van, hanem a kurva index meg ablaktörlő is fordítva. Szerinted hányszor töröltem ablakot Sámát egy közepén napos időben, aztán nem bírtam kikapcsolni, és én mentünk egy-két kilométert ablaktörléssel. Igen, volt ilyen, de amúgy tehát András mellett szólja, hogy egyébként ezt nagyon jól leplezte, tehát hogy én így a nem tudom, egy ilyen 20-25 perc után, amikor egy felhajtottunk valami nagyobb autóútra, és így tényleg azt, hogy a tűző napsütésre egyszer csak így törölt egyet az ablakon, akkor megkérdeztem, hogy most indexelni akart, és mondta, hogy igen. Meg az volt, hogy az elején ugye folyamatosan zolgott az eső, tehát tudtam azzal leplezni, hogy jaj, hát direkt, mert ugye az eső miatt, közben meg dubáltak rám ezerrelben, miért nem indexelek, de az volt egyébként a nagyon nagy szerencsénk, és a nagyon jó az egész Új-Zélandban, hogy ott tényleg kedvesek az emberek, ez egy sablon, mindenki elmondja, aki nem Balkánban vezet, és nem Olaszországban, hogy tök más a vezetési kultúra. Beengednek, nem dudálnak le, nem nyomnak le az útról, türelmesek, és tök jó érzés ott vezetni, és Oaklandnek kívül alig volt ember az úton, tehát volt, hogy mit tudom, mentünk egy percig a jobb oldal, és hát, mire rájöttem, hogy amúgy
ez nem Kazincz Marcika, és akkor átmentük, de senki nem jött, tehát ugye ezt ott meg lehet tenni viszonylag gyűjtetlenül. Vagy végig előztél. Igen, igen. Már nem tudom kit, de... Egyébként ezek tényleg ilyen apróságú, de tök jó, hogy ki van találva. Ugye Oaklandben, vagy egész Új-Zélandon nincs autópálya. Aminek én nagyon örültem, mert tényleg a tájakon átvisz az út. Tehát nincs olyan, hogy mint például Japánban mesélték, hogy autópálya, két betonfal, és semmit nem látsz az egész országban, hanem mész előre. Itt tényleg az összes hegyen, völgyön át vezettek az utak, viszont ennek az a hátránya, hogy két sáv van. Egy odajön, egy visszajön. És hogyha ott van előttem egy kamion, ami 60-nal megy, én meg mennék ugye 100-zal, akkor nem tudom megelőzni, mert folyamatosan jönnek szembe az autók, és van egy olyan, hogy előző sáv, hogy megnyílik egy kilométerre nekünk egy plusz sáv, és akkor meg tudom előzni. Ez mit tudom én, fél óránként vagy 20 percenként van egy ilyen, sőt, olyan is van, hogy slow vehicle bay, hogy ő meg balra félre tud állni, direkt azért van, hogy a lassú járművek félreálljanak, és megvárják, amíg elmenjenek a gyors járművek, és ő mehet tovább. Tehát ezek tök jók voltak, szerintem. És hozzátartozok, hogy ezt tartják is, tehát hogy és nyilván az, hogy a szerpentinen a 3,5 tonnással a csávó félreállt nekünk, az mondjuk azt gondolom, hogy még talán még Magyarországon is előfordult volna. De hogy itt tényleg az is van, hogy ő most a kis, nem tudom én, Suzuki-jával megy, és ő nem akar előttünk 100-al vagy 110-zel kepeszteni, akkor fogta magát és félreállt, mert látta, hogy mi megjövünk, mint a barom. És akkor így félreállt a kis üzé, lassú járműves sávba, és szépen el lehetett húzni mellette. Tehát ne az sem volt, hogy jó, akkor most arcoskodok, meg mire nyomulsz rám, és akkor nem engedlek el, hanem így, jó, hát akkor mennyi gyorsan. Na hát ez tök kultúrált. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy nyilván nem olcsó, de hogyha valaki esetleg valaha Új-Zélandra megy, akkor próbáljátok meg autót bérelni, mert az is tök jól ki van találva, hogy a két sziget között, hogy mész át, ezt majd elmeséljük, mert az is egy külön élmény volt. De élmény autóval bejárni ezt az országot. Az üzemanyag árak szerintem kb. Ugyanannyi, mint Magyarországon. Picivel drágább talán csak. Tök jó Toyota Yaris kaptunk, működött, faszom volt, úgyhogy király. Ja, na, királyság is. Next akkor day. Akkor merre autóztatok? Hát elő, még egy olyan programunk volt, hogy van a Auckland közelében nagyon sok kis sziget, és ott egyébként nagyon jó a bortermelés, mert nagyon szép, és akkor volt egy ilyen, hogy zipline adventure, ugye zipline ez egy ilyen kötélpálya. Uh-huh. Az volt a program, hogy van egy őserdő, esőerdő, és a fölött te egy kötélpályán végig tudsz siklani. Volt három ilyen kötélpálya, egyik sem nagyon hosszú, tehát összesen volt kb. Nem tudom, 2 perc, vagy 3 perc. Uh-huh. De az volt utána jó, hogy amint végig siklottunk ezeken a kötélpályákon, vissza tudtunk sétálni az erdőn keresztül, ami körülbelül egy fél órás túra volt, és ott volt egy guide, aki mesélt közben az erdőről, mesélt, hogy itt milyen az élővilág, voltak ilyen fák, hogy ez az anyát jelképezi, ez az apát jelképezi, és tényleg úgy érezted magad, mintha egy ilyen az emberi kultúra előtti ősi világba kerülnél, ahol a pálmafák, meg ezek a esőerdői növények így az eget eltakarják. Úgyhogy nagyon-nagyon hangulatos volt. Az odaúton meg egy olyan komp... Ez volt a Ferry Nice Trip, vagy az más? Nem, az... Ja, az a másik, az a nagy volt. Vagy ez volt? Nem, ez volt. Ez volt, igen, igen. Ez volt. Igen. Ezt mondod? Szóval erre kellett nyomtatni. Igen, hogy... erre kellett nyomtatni. Igen. Hát ennyi, hogy ugye erre a szigetre, a Waiheke Islandre, ahol ez a ziplinozás volt, ide egy kis komppal kellett menni a Aucklandi kikötőből, és megtaláltuk azt a komp társaságot, aminek a gyakorlatilag egy a 90-es években ragadtak. Tehát így felmész a weboldalra, és akkor ott van a nem tudom, a telefonszám az, hogy mit tudom én, 061 komp, és akkor így ja, és akkor jó, oké, értem, hogy akkor ez amelyik és aztán megrendeltük a jegyeket, amiket kérték, hogy hát akkor nyomtassuk ki papíron, néztem, hogy a faszon, tehát így 2019, tehát küldöd az okostelefonomra, és így bemutatom, de hogy nem legyünk szeresek kinyomtatom, jó, úgyhogy akkor kinyomtattuk. És aztán a búcsúzó szlogenjük az ez volt, hogy have a very nice trip, ami tehát egy legalább olyan szintű szó,
végén. Úgyhogy egyébként Andrást hallgattam egész addig is. Tehát ez egy ilyen tripla fájdalom volt, hogy ezt a szlogent így le kellett nyelni. De önmagában a kompasz meg tök jó volt, és tök gyorsan ment át, hát az úsztunk ott a kis öblön. Nagyon-nagyon szép volt, meg nagyon kényelmes, és de ez csak személyszállító komp volt, tehát nem autóval mentetek át, hanem csak ti. Igen, ez személy. Aha, jó. Személyszállító. Ez egy ilyen, tudom én, kisebb, közepesebb méretű hajó volt igazából. Uh-huh. Jaj, és ezeken a szigeteken volt az András által említett bortermelés is, vagy az egy másik történet? Az itt volt, tehát ez a Waiheke Island, az egy... megtudtuk hogy ez annak idején egyébként ilyen hippi közösség volt itt, és aztán most meg hát egy ilyen, nem is tudom, külterülete, vagy negyede, vagy valahogy azért a város része Oaklandnak, de hogy igazából egy tök különálló kisebb sziget, szezonban egy csomó turista van, azon kívül meg egyébként főleg ilyen bortermelők, tehát ilyen szőlők vannak ott leginkább. És kóstoltál bort, András? Nem, mert vezettem. Ja, tényleg. Hát akkor... Sajnos, ez kimaradt. És nem is gondoltál, hogy mit veszel, aztán otthon, vagy ilyesmi? Hoztam haza a vajándékba, úgyhogy abban majd beleiszom. Jó van. Jó. Ez még a Waiheke Island volt? Igen, annak a vége. Igen, így. Így nézett ki a kilátáson, nem volt rossz, ugye ezt hiszem Facebookra fel is raktam. Ja, ez volt akkor az. És akkor utána pedig mentünk, felfedeztünk egy Piha Beach nevű helyet, így nézett ki, az a különleges benne, hogy fekete, vagy hát nagyon sötét színű a homok, és ide írtuk bele, vagy nem, itt találtuk meg, bocsánat, a túnát feliratot. Ezt majd kivágod, az elszólást, igen. Ez volt Gásnak az első, szerintem igazán olyan élménye, ami után egy szót, vagy egy kifejezést használt, és utána ezt újra és újra elsütött, amikor van olyan tájat látott, amit nem lehet máshogy megfogalmazni. És mi volt ez a kifejezés? Ez volt a bazd meg. És ennek különböző tónusa jött a függő, hogy én milyen lelki állapotban voltam. De egyébként nem tudom most, mit raktál a Lóri elé, tehát az első, az első ilyen bazmeg élmény az még nem lent magán a tengerparton volt, hanem odafelé vezető úton, amikor így, hát menjünk a Szerpentinen, és akkor egyszer csak így kinézzel balra, és van egy ilyen látvány, amit most ide be fog vágni, András. Bocs. Igen. Szivatlak direkt. És akkor így nézted, hogy aha, jó. Oké, bazmeg. És aztán így autózunk egy nem tudom én 10-15 percet, és ott vagy lent, amit láttál előbb, és lent meg még durvább, meg óceán, meg fekete homok, meg minden. Kicsit itt sajnos azért az idő az még nem, az időjárás még azért nem kedvezett nekünk, tehát itt azért csöpörgött az eső, amit én egy kicsit sajnálok, mert azért ez, de ettől függetlenül, tehát azért a kilátás az így is olyan volt, hogy na, oda csapott, de mondjuk azért itt örültem volna egy kicsit naposabb az idő. Bár akkor pont nem ezt mondtam, de muszáj valamit belekötni, úgyhogy gyakorlatilag semmi másban nem tudok az egész kirándulással kapcsolatban. Ebben meg a taknyát szőrcsöktető bácsiba tudok belekötni. Egyébként valamikor volt fürdés? Nem, hát már a szállásokon néha. Úgy értem, hogy a szállás... Azért van víz, úgy értem a szállások azért... kívül, tehát hogy bementetek nem. Az óceánba, vagy tengerbe? Nem volt fürdés, de szerintem nem bántuk meg, mert azért ahhoz hideg volt szerintem, hogy igen, azért fürdjünk. Egyébként most ezt előre mondom, biztos a legbullshitebb magyarázat, de a képek ugye nem feltétlenül adják át mindig az ottani helynek a hangulatát. Többször is megfogadtuk, hogy ide még egyszer visszajövünk, és a Piha Beach mellett a következő állomásunk is ilyen volt, ez gyakorlatilag konkrétan egy őserdőbe vezetett az út. Ilyen volt a beléptető kapu egyébként, tehát hogy itt kellett megtenni a tisztítási folyamatokat, és nagyon-nagyon jó volt, mert egyébként mindig is egy vágyam volt, egy álmom volt, hogy eljussak egy ilyen őserdőbe, és ez brutálisan hangulatos volt, tehát tényleg konkrétan itt azt érezted, hogy
hogy a természetben vagy, még akkor is, hogyha voltak egyébként ilyen kiépített kis járdák, de volt, ahol nem volt egyáltalán. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt, és az egész egyébként egy Kitekite Falls nevű vízeséshez vezetett, amit megcsodálva Gáspár ismét ezt a szó szerkezetet használta, uh-huh. amikor megérkeztünk. Mutattam, hogy egy ilyen kis lépcsőn kellett lemenni. Voltak elég durva sziklák. Ami aztán a lépcsőből így áttűnt egy ilyen, gyakorlatilag a szikla falba, tehát én így néztem, hogy jó, lefelé visz a fallépcső, ki van építve, oké, tök jó, és aztán láttam, hogy ott az alján már csak kövek vannak, mondtam, hogy jó, hát persze, kicsit természetesebb az, hogy akkor ott kőből, vagy ott ki van faragva egy kicsit a kő lépcsőnk, nem, ott így a kövek meg vannak hagyva, kb. Ahogy voltak, és hát akkor old meg, juss le. És így jó, oké, de szerencsére nem estünk pofára, úgyhogy így működött, csak kicsit meglepő volt, hogy tényleg semmi nagyon kimunkált lépcső nem volt, hanem hát utolsó 2 méteren még azért megadják a lehetőséget, hogy kitörd a bokádat. Így van, utas biztosítás kötöttetek? Igen. Jó helyes, igen. Mert azért ez veszélyes környéknek tűnik. Főleg úgy, hogy én még kameráztam is hozzá. Ez kb. Olyasmi lehet, mint amikor az utoljában lemegy az operatőr azon a lejtőn. Kb. Ja, úgyhogy ez, hát ott kicsit volt egy ilyen, nem tudom, mintha valami szent helyen járnék. Most lehet, hogy ez így furán hangzik, de az tényleg akkora hangulata volt annak a kis forrásnak ott, meg a vizesésnek, hogy azt megfogadtam, hogy egyszer vissza. Megkóstoltad a vizét? Meg és nagyon jó volt. Jó volt. Hát fostam utáni napig, de nem egyébként sem, tehát tökéletes. De hideg finom. Volt, mint az állat, mi? Nem volt nagyon hideg, nem kellemes. Mert a Szlovákiában ittam egy ilyen forrásvizet, egy ilyen pici potok indult el belőle, de az kegyetlenül hideg volt. Tehát... Jó, az nem forrás, azért ez egy kurva egy vizesés, tehát... jó, jogos. Csak most valamiért így az utolsó képek ezt jutottak az eszembe. Na és akkor Oaklandből tovább indultatok? Mentünk oda, amire hát Hobbit falva lett a következő. Na, azt a mindenit. Ugye ez volt szerintem a number one talán mind a kettőnknek, legalábbis Gáspár ezt írta nekem vissza, amikor felvetettem neki az utazást, hogy megyünk Hobbit falvára, bazd meg! és akkor itt jön a másik nagy ilyen vallomás, hogy tehát nekem ez olyan volt, mint amikor elmennek a Kábakőhöz, tehát hogy körülbelül olyan, olyan élmény, hogy ott vajátok az eredeti forgatási helyszíneken, és ezért volt nagyon nagy csalódás, és szomorú volt a szívem. Akkor elindultunk reggeliket egy Matamata nevű városka, és amellett volt Hobbitfalma, hogy zúgott az eső odafele menni. De hogy így konkrétan zúgott az eső, és hát bazd meg, hát a film az nem ezt ígérte. Akkor kik volt az ég, kérem vissza a pénzemet. Úgyhogy hát nagyon szomorúan vezettünk odáig, de az volt a varázslatos az egészben, hogy amint megérkeztünk a városba, nem esett többé az eső. Tehát körülbelül abban a pillanatban, hogy kiszálltunk az autóból, elállt az eső, és onnantól egész Hobbit falván gyakorlatilag nem tiszta kékék, de viszonylag esőmentes túlánk. Királyság. És az volt az egészben a nagyon jó, hogy ugye vezettünk sokat Hobbit falvára, és az még nem az volt, hanem egy ilyen fogadóház, vagy vendégház, ugye? És tudják, hogy kell a feszültséget kelteni, mert onnan még minket túrabusszal vittek magára a forgatási helyszínre, körülbelül 10-15 perces busztúra volt. Gásáról mesélsz, mert ott érzékenyültél el, vagy visszafelé? Az visszafelé volt. Ja. Szóval az enyém, hogy ugye ment a busz, és közben tévén Peter Jackson is egyébként beszélt hozzánk, hogy mennyire örül, hogy kifizettük neki ezt a pénzt, mert tudott venni egy új luxushajót, és nem, hát tényleg az, hogy konkrétan, hogy le van írva a könyvbe az a táj, az a megyeszerű táj és Hobbit falva, és hogy mekkora szerencsé, hogy konkrétan találtak egy ilyet Új-Zélandon, ahol megvan az a hatalmas fa, megvan a tó, megvannak ezek a zöld dimbes dombok, és hogy mennyire jó fej volt az ottani gazda, aki megengedte, hogy ugye ezt így átalakítsák, mint egy fontos. Igen, biztos ingyen, biztos nem kapott érte egy alakpénzt, de jó. És akkor megérkeztünk a város, vagy hát a kis Hobbit falva szélére kaptunk egy ilyen tour guide-ot, aki folyamatosan mesélt nekünk, de szerencsére viszonylag szabadon voltunk hagyva. Tehát ha megérkeztünk egy területre, akkor azt mondta, hogy jó, akkor most 5 percig ott csináltok, amit akartok, nézzetek körül. Ha bármi kérdésetek van, akkor itt vagyok, de egyébként meg hagytak minket szerencsére szabadon rázálkodni. Egy ilyen hosszabb ösvény vezetett be minket,
És akkor megérkeztünk Hobbit falvára, ami egyébként nagyon ügyeltek arra, hogy ne csak egy random hely legyen, hanem konkrétan meg vannak csinálva. Ugye természetesen csak kívülről ezek a kis hobbit házak. Gyönyörű zöld volt a fű, most a felvételen annyira nem jön át, de látszik, hogy nagyon-nagyon gondozva van. Mm-hmm. Majd fel fogunk menni, de fel lehetett menni ugye a zsákos Bilbónak a házához, ahol ugye ott van az a nagy fa. Egyébként ez műfa, tehát hogy ez úgy lett odarakva. De te a tetején, aha. Igen, ez egy eredeti, az pedig egy műfa. Gás, Adi, mesélsz még, amíg még mutogatok képeket? Igen, ez így pont jó, hogy én nem látom, hogy te mit mutogatsz. Hát csak úgy általánosságban, hogy tetszett. Igen, ugye ez nem az eredeti gyűrűkurás díszletek egyébként, mert ugye azt annó lebontották, vagy hát azt nem időtálló anyagból csinálták, és ezt így le kellett szedni, hanem ugye a Hobbit az, amikor visszamentek leforgatni, akkor a farmnak a tulajdonosával közösen kitalálták, hogy ugye építsük már meg akkor időtálló anyagokból ezeket a díszleteket, és akkor tényleg utána ott lehet hagyni, és aztán oda el lehet látogatni majd a turistáknak. És hogy ezt, de hogy nyilván figyeltek arra, hogy azért tényleg pontról pontra ugyanez legyen, mint az eredeti gyűrűk ura díszletek voltak, úgyhogy abszolút visszaadja ezt a feelinget. Ó, de jó, most látom, hogy miket mutogatsz. Igen, azt rájöttünk, hogy van ilyen képernyő megosztás. Modern technológia, ez hozzátartozik, hogy nekem a laptopomnak a tehát a laptopon megy a Skype, és egy ilyen nagyon, nagyon picikére van lehagyva a Skype ablak, tehát most egy ilyen 10 pixeles-szer 20 pixeles ablakocskában láttam egyébként a screenshot. Nem biztos, hogy ezt így erőltetném, mert most a videók szaggatnak, amiket mutatok, úgyhogy ha nem haragszok, akkor lehet, hogy ezt most mégis megszüntetném. Arra kattints el. Jó. Szóval igen, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon profi megoldották úgy, hogy egyszer érezd azt, hogy ez egy működő, lélegző kis falucska, de ugyanakkor nem volt meg ez a paraszvakítás, mint amit Amerikában szoktak, hogy nem voltak ilyen sóelemek, hogy tudom, éppen arra járt egy hobbit, és akkor így beszélgetni lehetett vele, vagy a tűzijátékokat lövegetett fel. Én mondjuk azért hiányoltam legalább egy ilyen, tudom én, beöltözött törpét, vagy valakit, a hobbit ott így adjanak neked, tehát hogy nekem az kicsit én azt egy hiányosságnak érzem, de nem viccelek egyébként. Én meg volt csinálva a kőhíd, a zöld sárkány fogadó, oda is le tudtunk menni. Egyébként az lenne nagyon menő, hogyha oda be lehetne ülni, sörözni, vagy valami ilyesmit. Tényleg? Következő kép? Nem, még nem, ez még a zsáklak. Itt ki van írva, hogy ugye belépés csak az ünnepélyen kapcsolatos ügyekben, ott az eredeti helyszínen a kis fajta, ugye itt látogatta meg először zsákos Bilbo Gandalf, ez pedig a fa, amit utólag oda felrakta. Hát ez egy szent hely volt. Számunkra itt volt, hogy lementünk, itt vették fel ugye a parti jelenetet, hogy hát ezek voltak ugye a külső helyszínek. A kőhíg az működik, tehát az ugye eredetileg is így nézett ki. Volt de ezt nem építették, ez így volt. Nem, ezt építették. Van egy kis vízimalom, ami működik. Voltak kirakva ruhák, meg madári esztő, tehát tényleg voltak ezek ilyen hangulati elemek, amik az egészet feldobják. És ami kérdeztél, és ténylegesen tök jó ötlet volt, hogy amint véget ért a túra, bementük a zöld sárkányba, ami viszont tényleg fel volt építve, ez volt az egyetlen ilyen ház, ahova be is lehetett menni, és tényleg olyan volt, mintha valamilyen kis középkori kocsma, ropogott a kandallóban a tűz, faszékek voltak, és lehetett kapni ingyen egy italt, azt hiszem volt két alkoholos, meg egy alkoholmentes sör, ugye gyömbír. Az a durva, hogy ezt hogy nem találta még ki senki Magyarországon. Tudom, de ez annyira szarpolyan, hogy annyira adná magát, hogy bír. Na mindegy. Úgyhogy hát ez is egy hatalmas remény volt. Szólt a zene, ilyen jó kis ilyen keltás, ilyen népzene. Aha. Úgyhogy ez nagyon király. Sajnáltam, hogy onnan el kellett menni, és tényleg kicsit ott kiálltam csak a tópartra, és akkor csak így körülnéztünk, hogy igen, hát ez mekkora mázli, hogy ezt így megtaláltuk, és hogy ők is megtalálták, és hogy ez így létrejöhetett. Úgyhogy, ja, király az volt. Igen,
Ez igen. Na és akkor utána jön a visszafele út, amikor még lejátszottak egy filmet, ami hát erősen nyelven kellett a könnyeimet, mert nagyon hangulatos montást raktak össze. Emlékszel arra, Gás? Csak arra, hogy ez, hogy a nagyon sajnáltam, hogy nem a Makai Sándor hangján szólalt meg a veszélyes dolog kilépni az ajtón Frodo kezdetű szöveg, de igen, azért az elég jó. Jó kis. Még akkor is, hogyha ja, ott volt, ahol a végzett hegy és Frodo izért bevág. Igen. Jó, ott mondjuk egy kicsit azért rohadékoskodtam fejbe, mert ugye azt jelentett vágtak be, amikor a király visszatérbe a végzett hegyén félholt állapotba ugye a megyéről beszélgetnek, és ugye kérdezi a Samu, hogy hát jaj, emlékszel a Frodo uram a megyére, a mit tudom én, a patakokra, meg az Eper ízére, és azt már nem vágták, hogy a Frodo félholtan azt válaszol, hogy nem emlékszem, azt tudom, milyen az Eper, azok hagyjál már, ugye megdögök. Kicsit így mondtam, hogy hát nem pont ez volt a filmben, de amúgy tényleg egy tök jó kis montázs volt, meg tényleg az egésznek nagyon jó hangulata volt. Amit mondott András, az tetszett nekem is legjobban, hogy nem úgy volt az felépítve, hogy wow, hobbit falva, élmény, és experience, és bemész, és wow, hanem így fel volt építve, és így oda mentél, mint hogyha most itt érted, elmennél Erdély kis falucskába, és akkor így körülnézel, hogy aha, itt így élnek az emberek, és ez is ilyen volt, hogy nem volt só, hanem így fel volt építve, és körbe ment, és tényleg oké, hogy jó, nem lehet bemenni, meg nincsenek berendezve, meg nem jön oda a beöltözött hobbit vicceskedni, meg fotózkodni, hanem egy ilyen tök természetes emberi léptékű dolog volt, és ez nekem igazából összességében nagyon tetszett, hogy nem fújják fel ezt az egészet, hanem És elképzelem, hogy kialakítják a zsáklakót egy ilyen szolgálati lakásnak, és az Elijah Wood az minden nap hobbit ruhában minden egyes csoportot köszönt. Hogy a pénzzel. És akkor a végén már ilyen kiöregedett alkoholista lesz, aki szívja a cégét, és majd megjönnek ezek a sútyok, és itt dobja el a dekket, és aztán megy ki, hogy jaj, de jó napunk van, hogy itt vagyunk veletek. Amerikában ilyenek voltak, ugye azt meséltem a Universal Studio-ból, ott ilyen bukott színészeknek kellett 10 percenként ugyanazt eljátszani, amikor elmentünk a Bates Motel mellett a Pszichóban, ugye a motel, akkor igen. Mindig előjött a Norman Bates, egy ilyen színész, és mindig egy ilyen hullára emlékeztető csomagot berakott egy autóba, de csak addig, amíg elmentünk előtte a túrabusszal, és akkor ő visszaállt a helyére, 10 percben jött a következő járat, akkor megint kiment, egész a becsület. És aminek egyébként pont semmi köze nincs a Pszichóhoz, de... Jó, most... Na. Semmi gond, mindegy. Szóval ez a különbség a két igen, ország között. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy Hobbit falva az ilyen 10/10, tehát az működött első. Na, hát ez királyság. És utána jött a mélypont. egy benzinkút, vagy igen. Mi? De... Most nézd meg, ezt most itt van valami látni való, tehát semmi. Nem, jó, hát na, de hát azért vissza kell csöppenni. Persze. A világba. Rotorua nevű kis városkába mentünk, ami egyébként annyiban azért izgalmas volt, hogy az ilyen szeizmikus energiákkal volt megtüzelve, tehát hogy gyakorlatilag volt egy kis ilyen gejzírek voltak, meg ilyen kis... Az egész városban ilyen főtt tojás szag volt, és azt hittem, hogy csak a motel tulajdonos nem fürdött már egy ideje, de nem, tehát kiderült, hogy a... A város nem fürdött már. Igen. És voltak érdekes helyek, majd másnap lesz még jobb ebből a szempontból. Gás, valami? Hát ugye láttunk parkban sétáltunk, ott voltak ilyen lábáztató termál medencécskék, ami megint egy ilyen, nem tudom, számomra teljesen idegen dolog, hogy tényleg ott van termálvíz, ki van alakítva 3-4 ilyen kis medence, és akkor leülhetsz a szélére, belelóghatod a lábad, vagy bele is mehetsz a vízbe, és akkor ott lehet, nem tudom én, pancsikálni, még gyerekek ott ültek, meg tudom, és ez egy ilyen, megint egy ilyen tök emberi dolog, hogy igen, akkor kimész, és egy kicsit átszatod a lábad a termálvízbe, ha már van. És nem ezt, hogy akkor felhúzunk rá egy hévizet, hogy osztrák turisták napi 300 000 forintért ott átszedják a següket, hanem ennyi, hogy itt. Igen, aki nagyon nemzeti érzelmű, az szerintem most kapcsolja ki ezt a podcastet. Most ezt olyan 10%-át tolom annak, amit ott kintoltam, tehát
Igen. Egyébként én majd, tehát vagy fogok tolni negatívumot is az Új-Zélandról, tehát én nem akarom úgy beállítani, mint a földi paradicsom. Tehát amit mondtunk már korábban, mi negatívum, hogy a városok annyira nem érdekesek, én mondanék még egy negatívumot, ami mondjuk Gáspárt annyira nem zavarta. Szerintem nincs egy új-zélandi gasztronómia. Tehát, hogy nem nagyon tudsz olyan jó helyi kajákat enni, mint tudsz mondjuk jó helyi magyar kajákat enni. Tehát nincs nekik paprikás csirke, vagy hortobágyi palacsinta, tehát hogy nincsenek meg azok a helyi ízek, hanem nagyon sok az ázsiai étterem, maláj, táj, kínai, ugye az angol, hát konyhának, ha nevezhetnénk is, próbáltad-e beúszni, hát a fish and chips beúszott a konyhára, de én azt sose értettem, hogy abban milyen nagy szem, tehát ez, hogy kirántesz egy halat, meg mellének sült krumplit, tehát ezt ne nevezzük már egy szinten mondjuk egy jó, tudom én, krumpli főzelékhez, amiben van. Igen, tehát pont a krumpli főzelék, ami hát bedobsz egy krumplit, aztán kifőzöl belőle valami szart. Pont, hogy a krumpli főzelékben azért vannak olyan ötletek, ami sehol máshol nem láttam. Most mondj egy másik országot, ahol van főzelék. Tehát nem tudnék. Hát igen. Már megint iszék gasztroműsorokat néztél? Igen, de hogy, igen, a főzelék az tényleg eléggé specifikus történet. Nekem ez fontos, és nem azt mondom, hogy szarok az új-zélandi kaják, de nem tudsz egy olyan... Nincsenek annyira maradandó ízek, tehát ezért nagyrészt Mackey, KFC, Burger King, úgyhogy ja. Ja. Én ezt aláírom egyébként, a tény részét, én megmondom őszintén, engem nem zavart, mert én meg úgy voltam, hogy na jó, akkor együnk, hát egyrészt Burger Kingbe, hát meg megint, de hogy akkor próbáljuk ki a nem blahás kínait, meg a tehát, hogy ez olyan ázsiai ízeket, amiket mondjuk te ázsiaiak csinálnak. És azok mondjuk teljesen nagyon jók voltak. Tehát és azok meg tök jók voltak, igen. Tehát ugye a Hongkongban is tök jó ilyen dumpling, vagy mi a fene, finítettünk, meg ilyen smack, tehát ami Magyarországon a smack, ugye ott volt igazi smack, és az baromi finom, tehát hogy voltak tök jó ételek. Ha új-zélandi kaját akarsz enni, akkor nem számít sokra. Tehát. Igen. Hát vagy valami, nem tudom, hogy létezik-e olyan maori konyha, vagy hát amiket ők mohák meg. Fakéregbe. Zuzmó. Jó, van, oké. Igen. Meg angol telepes hús. Igen, ott te vagy az étel. Tehát az azt mondom, hogy saját lábadat megkóstolhatod. A következőről akkor te mesélj, Léci, a Vajotapu Thermal Wonderland, így hívták. Első meséljük a... Mit? De a Golden Glow? A Golden Glow, ja, az kurva jó volt, ugye az Oaklandi szállás azért ez nagyon király volt, és akkor utána megérkeztünk a következő, a Golden Glow. A pokol vagy akkor. Gáspár, az ott összeomlott. Volt egy kisebb ideg összeomlás, amikor az a helyen. Szerintem egy átlag motelnek tűnt. Egyébként rengeteg szerint Amerika feeling volt. Tehát tudod, ez a tipikus egy út, neki benzinkút, Burger King, motel, megérkeztünk, és a csávó egy ilyen, hát ilyen ázsiai kinézetű faszi volt, és akkor rendbe ment a kulcsátadás, mondjuk az árt azt már nem tudtuk bezárni, meg kinyitni, mindegy, és a Gáspár rákérdezett az internetre. Na és akkor folytasd kérlek. Hát nem, így megkérdeztem, jó, hát akkor wifi jelszó, meg ilyesmi, akkor rámutatott valami falon lévő kiírása, hogy hát itt, ja, de hogy az már mégse úgy van, mindjárt visszajövök. Ez most így élőbe játszottam el a bácsit. Visszajött, nem tudom, egy 5-10 perc múlva, hozott egy cetlin egy kinyomtatott wifi jelszót, mondta, hogy itt van, de néha nem annyira erős, hanem kicsit gyenge viszlát. Majd... Úgy ég már az ajtóba állt, és már csuktam be az ajtót. Kiktukott az ajtó, mondtuk, hogy jó. Hallottuk, hát, az autó elindul, elhagyott. Gondoltam, hogy jó, hát akkor biztos a bácsi az sok a meló, meg persze nem lehet ott hagyni a recepciót, meg nem tudom. Majd hát igazából az a wifi néha gyenge, az úgy nézett ki, hogy hát nem volt soha bütös életben, tehát néha látták a különböző eszközök magát a hálózatot, de hogy internet nem jött rajta soha, az biztos. Egyéb ingyenségek erről a szállásról, ez mondjuk az Oaklandi Airbnb-ben is így volt, hogy a fürdőszobának az ajtaja az gyakorlatilag egy ilyen tolóajtó, de az is úgy, hogy az alja nem volt rögzítve. Tehát igazából ez egy ilyen, mit tudom én, 3-4 centi vastag, nem tudom én, fa, vagy valami fa hatású lap, ami így fölül fel van akasztva valamire, és így lehet húzkodni. Most itt ez meg volt spékelve azzal a különleges tulajdonsággal,
hogy egy ilyen jó, tehát ha becsuktad, akkor egy ilyen jó másfél centis rés az így volt. Az, akkor többnek tűnt, tehát akkor mi ezt ilyen 10 centinek láttuk, és akkor az ember nagy dolgát azt is így nehezebben tudja örömmel intézni, amikor nem csak, hogy mindent hallasz, hanem mindent is érzel. És alkalommal te még látsz is, tehát... De... A szempontnak is nem szabad felvenni olyankor. De mi? Egy másfél centis résre beszélünk a padlón. Nem a padlón. Lóri, nem a padlón. A függőleges, tehát hogy ez egy függőleges rés volt. Ja. Nem azt, hogy alulj, nem érdekel. Ja, én ezt olyan képzeltem el. Nem küszöbb nem volt, hanem ajtófélfa. Ja. Jó, oké. Úgyhogy igen. Hát arra nem is beszél, hogy a WC az még folyamatosan, hogy a folyt. Tehát, hogy így be kellett rakni ilyen zoknikat, hogy ne halljuk. A WC-be zokni? Hát, hogy a csorgás az így elálljon. Úgyhogy igen, hát ez egy nagyon hosszú éjszaka volt, de szerencsére. Ezért ez vicces, hogy van mind a ketten beugyasztod az éjszaka, mert csorog a WC. Egyébként még azt hozzá kell tegyem, hogy Új-Zélandon nincs olyan, hogy fűtés, meg radiátor, tehát ott nem létezik, ott ilyen ágymelegítők vannak, amik hát vagy működnek, vagy nem, tehát azért voltak hideg éjszakáink, mert ott ugye általában ilyen középhőmérséklet van, nincs nekik nagyon szükségük arra, hogy ilyen, hogy cirkót, meg ilyet bevezessen. Úgyhogy ez volt a Golden Glow, Golden Low, tehát ez volt a mélypont, ennél csak följebb mentünk szerencsére. És akkor Vajótapu, ötödik nap. Igen, hát ezt most még jobb lesz elmondani képek nélkül, vagy a képek látása nélkül. Ez ugye egy, ugye ami Rotoruában is volt, ez egy ilyen geotermikusan aktív terület, ami azt jelenti, hogy egy elég nagy park területén gyakorlatilag ilyen mindenféle termálvizek, meg medencék, meg vízkő, vagy nem vízkő, cseppkő, mészkő, mit tudom én, valami ilyesmik vannak, de hogy itt is, tehát az egy jó kis föltojásztagú színes víz. Így nagyon, nagyon leegyszerűsítve, de egyébként nagyon-nagyon szépek voltak, meg nagyon jó volt itt is a maga a park, ugyanez, amit mondtam már Rotoruánál, és itt is az volt, hogy jó, itt volt azért valamennyi belépő, de hogy maga a park, az tényleg annyi volt, hogy körbe tudtál menni, és meg tudtad nézni azt, hogy itt ilyen a víz, ott olyan a víz, itt így rakódott le a kőzet, ott olyan, és így ennyi. És nem volt ez így, nem tudom, ilyen show megcsinálva, hanem tényleg az a szép benne, hogy a természet az ilyen. Például egy ilyen hiperzöld színű víz is. Ez nem annyira természetesnek tűnik, de ez... Pedig az. Nagyon kemény. Ja. Ez ilyen radioaktív zöld. Igen, abszolút. Ja, csak azért fotóztam, mert itt innentől lett teljesen kék az ég, és egy büdös felhő nem volt mostantól, úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy végre valahára kitisztult az ég. És utána volt egy ilyen mesterséges gejzír kitörés is, ami csak annyiba volt mesterséges, hogy beledobtak egy szappant, és akkor ez így kitört. Aha. Úgyhogy a király volt. Ugye? Az igen. Jó. Oké. Mondjuk ilyenek mi az Izlandon is vannak, ja, úgyhogy ilyen úgy, szempontból hogy... összetéveszthették Izlanddal a nagy szakértők. Pontosan. És akkor ezután hát ilyen kis, ilyen Balaton feelingű kisvárosba mentünk. Most nem nagyon emlékszem a nevére. Lake Taupo volt, tehát hogy a Taupo. Igen, hát az nem mentünk, az így útba hát esett igazából. Igen, ez kemény. És akkor utána érkezett a következő ilyen azt a kurva, tehát mentünk autóval a Tongariro National Parkba, és ott egy elég durva kilátás fogadott így a hegytetőn, ami Gáspárnak megint ilyen agyleállást okozott. Ez konkrétan olyan, mint valami, nem tudom, ilyen animált Windows háttérkép, úgyhogy nagyon, nagyon szép volt. És... onnan tovább haladva pedig felmentünk valahova, egy helyre, már nem emlékszem pontosan hova. Egyiket ott forgatták elvileg a mordori, meg az emimújas részeket. Itt volt az első ilyen havashegy csúcs egyébként, aminek én nagyon örültem. És tehát ez is végül is egy gyűrűkora forgatási helyszínek fogható fel. Itt pedig
volt egy ilyen probléma, mert nem értettük, hogy merre van az ösvény, mert ki van írva, hogy van egy túraútvonal. És az mégis hol van? Csak elindultunk, ott látod ott egyenesen a kis úton, igen. De nem arra volt, arra egy építkezés volt. Ja igen, itt mutatja a jobbra, és ez az ösvény. Tehát ilyen semmilyen szintű, tehát az, hogy leraktak zöld útjelző táblákat, de amúgy ilyen sziklákon kellett átmászni konkrétan. Úgyhogy ezt egy ideig megtettük, aztán utána feladtuk, mert nem akartuk kitörni a nyakunkat. Úgyhogy igen, igen. Hát ez egy hozzátartozik, hogy ez a hely, ez egyébként főleg egy ilyen sí hely, és ugye kinéztük, hogy itt majd jól felmegyünk a hegyre a kis sífelvonó, libegőszerű zén dolgon, amit viszont sajnos éppen átépítettek, tehát hogy pont az emiatt nem tudtunk igazából feljutni, és emiatt kellett kicsit hegyet mászni. De szerintem abszolút. Tehát a kilátás az így is nagyon jó volt, meg hát azért kicsit Frodónak és Samunak éreztük magunkat itt. Megint csak eredeti helyszíneken másztuk a függőleges sziklafalakat. De jó volt azért. Ja. Kiváló. És akkor utána találkoztunk meg két magyar emberrel, akik nagyon sokat segítettek egyébként nekünk, Esztivel és Danival, akik nagyon kedvesek voltak, és nagyon sokat segítettek nekünk az utazásunk során. És az vicces, hogy Hastingsben találkoztunk Estingvel. Estings. Kurva vicces. Ahol már egy jobb minőségű szállás fogadott minket. Már internet ott sem volt, de legalább zárodott az ajtó. De ott már volt, ott neked nem volt csak. Igen. Jó. És ők velük együtt utaztatok, vagy csak ott találkoztatok? Csak ott találkoztunk, mert ők egy ilyen egyéves working holiday vízummal rendelkeznek, ami nagyjából az a lényege, hogy hát azt hiszem 100 vagy 150 magyart engednek be úgy, és hogy te megnyered ezt a vízumot, akkor egy évig kint lehetsz Új-Zélandon is dolgozhatsz. Ilyen egyszerű mezőgazdasági munkákat általában, de ez tök jó ugye az új-zélandi kormánynak, mert az ott megkeresett pénz, te ott el is költöd, cserébe te ott látod az egész Új-Zélandot, bejárod az egészet, ők pedig kapnak ingyen munkát idézőjelbe. Úgyhogy ők ezt csinálták, és azt hiszem már kint voltak 2-3 hónapja, és akkor így összefutottunk velük. Igen, tehát tegyük hozzá, hogy én az Esztit mondjuk 9 éve ismerem, tehát hogy nem egy ilyen random valakit így megtaláltunk. Kettő véletlenszerű magyart. Igen, de ez egy lényeges információ. Igen. De úgyhogy így nézett ki, és igen, ők segítettek előzetesen mindenfélébe, hogy mire érdemes figyelni, meg hol tankolj, meg mit vegyél, meg hova menj, meg ilyesmi. Úgyhogy ez köszönjük nekik. Ja, és akkor utána mentünk Wellingtonba. Ugye ez már a Északi-szigetnek a legdélebbi helye, az a fővárosa, a kemény 200 000 emberrel. És Gáspár, te azt mondtad, hogy neked az a kedvencel, és ott akarsz letelepedni? Vagy hát ha esetleg valaha úgy alakul, akkor Wellingtont választanád? Hát abszolút, mert én nekem tetszett egyébként Auckland is. Tetszett, hogy tényleg mindenféle kultúra ott van. De azért ott mondjuk azt érzed, hogy azért ez egy város. Még annak ellenére is egy zöld, meg minden. Wellington az meg egy ilyen tök kis, nem tudom, egy kis város. Ez 3 utca az egész körülbelül, és így ennyi. Nagyon kevesen vannak ott is, hál' Istennek, de közben az egésznek egy olyan tök jó hangulata van, ami nekem jobban tetszett, mint bármelyik másik ilyen nagyobb település. Igen, és akkor ott igazából, ami program volt, az a Te Papa Múzeum. Mhm. Ami egyik legjobb múzeum volt, ahol valahol voltam, főleg, hogy ingyenes, ez bármely segített, és ott minden szinten különböző tematikájú előadások, vagy hát ilyen kiállítások voltak. Volt egy olyan, ami az első világháborúban a Gallipoli csatának állított emléket, hogy ott ugye mennyi új-zélandi vesztette életét, és egyébként az Gáspárnak annyira nem tetszett, mert szerintem túl hatásvadász volt, szerintem is az volt, de nagyon igényesen volt megcsinálva, és ilyen, hát az embernél mondjuk másfél-kétszer akkora ilyen hatalmas szobrokat is egyébként készítette a Veta, tehát ugye ezeket a Veta készítette, és ezek annyira... Ez micsoda? A Veta az ugye a Gyűrűk Ura effektjeit, Peter Jackson céget, tehát ők csináltak a maszkokat, meg a minden egyebet, és annyira részletgazdagok voltak ezek a ott látható szobrok, hogy konkrétan láttad a katonának a nyakszőrét, meg láttad az ereket a szemében, tehát nagyon durva volt, és közben egyébként ilyen hangbejátszások voltak, meséltek a katonák, ugye nyilván dramatizálva, zene volt végig, történjek, tehát hogy nagyon-nagyon igényesen volt megoldva.
És emellett még volt 3 vagy 4 kiállítás, amit láttunk. Volt egy olyan, ami arról szólt, hogy hogy változott meg Új-Zélandnak a növény és állatvilága az emberek megérkezésével, tehát hogy mennyi volt az erdő, és most mennyi, és hogy mennyire felelőtlenük voltak az első gyarmatosítók. Az viszonylag érdekes volt, és még 2 ilyen kulturálisat láttunk, az egyik a maori kultúráról szólt, a másik pedig az óceániai népeknek a kultúrájáról, ja, meg volt még egy a kivándorlókról, tehát akik vagy illetve akik Új-Zélandra bevándorolnak, hogy milyen volt mondjuk 100-200 évvel ezelőtt egy rozoga hajón hetekig, hónapokig utazni, és hogy milyen fertőzések voltak meg, hogy az első telepesek hogyan érkeztek meg. Nagy része egyébként tök érdekes volt, és akár egy napot is el lehet ott tölteni. Jöjjön a Epe. Ez a vetás háborús kiállítás, ez nem azért nem tetszett nekem, mert hatásra lesz volt, mert egyébként úgy volt felfűzve az egész, hogy bemész, ott látsz egy ilyen, nem tudom én, tényleg másfél-kétszeres életnagyságú szobrot, egy valakiről, egy tényleg létező személyről, akinek van egy valami sztoria, hogy ő, mit tudom én, milyen beosztásban ezt meg azt csinálta, és akkor gyakorlatilag nem tudom, ilyen 4-5 ilyen figurának a személyes történetén keresztül mutatja be az egész csatát, meg az egész háborús helyzetet. Nekem ebben az nem tetszett egyébként, hogy ez nagyon egyoldalúan volt megfogalmazva, tehát amikor dicsőség, tehát amikor éppen győztek, vagy győzelemre, mi? Nyereségre álltak, hogy mondják ezt, mindegy. Nyerésre álltak akkor ugye a dicső új-zélandi sereg, meg a dicső izék, egyébként a törökök ellen harcoltak, tehát első világháború. Akkor az, hogy hú, akkor mennyire hősiesen ellenálltunk, meg mennyire hősiesen visszavertük a törököket, amikor nem ők álltak nyerésre, akkor hú, hát mekkora veszteség, meg minden, és hogy közben a törökök oldalára például mi történt, az így semmi. Tehát nekem ez volt egy kicsit ilyen, hogy így, jó, oké, értem, csak ott mondjuk akiket a gépuskával ez a kiváló hős így 2 napig mészárolt, mert visszatartotta őket, hogy hú, azok mondjuk így kik voltak, vagy hogy ott így meghalt, tudom én, hány ezer török, tehát hogy így kicsit ilyen, lehet, hogy már, igen, értem, csak ott éppen olyan hangulatban voltam, hogy hát jó, oké, egy másik oldala is van ennek a sztorinak, tehát az ezt kicsit elhallgatták. Igen, a másik az meg a maori kiállítás volt, ami nekem annyira nem jött be, mert az volt, hogy ki volt táblázva, meg mondták, hogy ezt a kiállítást azt maorik csinálták. Ami abban nyilvánult meg, hogy nem egy ilyen, mondjuk nekem is tetsző tényszerű tudományos kiállítás volt, hogy itt van egy darab, nem tudom én micsoda, amit mit tudom én, 200 évvel ezelőtt a földet vájták, hanem az volt, hogy ki volt rakva egy darab valami, amiről nem tudtad meg, hogy ez tulajdonképpen mi a fene, de volt egy ilyen két oldalas leírás arról, hogy a föld anyához és az istenségek és az ilyen spirituális lófasz, és akkor jártam ott, hogy tök jó, a szövegnek a fele az maoriul van, mert tehát olyan volt olvasni, mint én hirtelen akartam kimondani, jókai regény, paradlaiek vannak benne, köszönöm szépen, mint a kőszívű emberfél, olyan volt orvos, hogy minden harmadik szó abban latinul volt, és kurván nem értettem, hogy mi van, itt minden harmadik szó maoriul volt, és kurván nem értettem, hogy mi van, és a többi is ilyen spirituális izé volt, és így jártam, hogy jó, de mi ez? Mit csináltak ezzel, bazd meg? Nem az érdekel, hogy mi a spirituális tartalom, mi ez? Ott mondjuk láttál egy pálcát, és akkor le volt írva, hogy ez a földanyának a szimbóluma, ezzel kergették ki a rossz erőket az erdőbe, és akkor kidőlt egy hátvakaró, tehát hogy körülbelül ilyen szinten volt ez az egész, és Gáspár ez kicsit rosszul érintette. Igen, ezt el tudom képzelni. Úgyhogy ott elkezdte szétfutosni a műtárgyakat, meg összeverkedett a biztonsági őr. Most már kicsit lejött a sör. Na, jó, akkor... Jó, és akkor itt vagyunk kb. Az 5.-6. nap magasságában?
Igen, ez volt a hatodik nap, és utána még picit sétálgattunk Wellingtonban, ami talán egy fokkal érdekesebb volt ugye építészetileg, mint Oakland, tehát voltak ilyen épületek, mint a Central Fire Station, és ellátogattunk az Embassy mozi színházhoz, ami azért érdekes, mert itt volt az ős bemutatója a Gyűrűk Urának, tehát itt mutatták be először azt hiszem talán a Két tornyot meg a Király visszatért, és hát ez is egy kicsit ilyen szent helynek gondoltuk, hogy itt ugye le volt zárva eredetileg az egész utca, és akkor csak és kizárólag ezt a filmet vetítették, fel volt rakva egy hatalmas gólamszobor, ami egy gyűrűt próbál ugye elérni. Úgyhogy ez is egy tök jó kis hely volt. Aztán kajáltunk egyet egy ilyen food court nevű kis udvarban, ami olyan szempontból volt érdekes, hogy tele volt kb. 30 madárral. Tehát nem tudom, ez a magyar HACCP előírásoknak mennyire felel meg, hogy a madár beleszalik az ételbe, amit éppen készítenek, de minden esetre ott tettük a legfinomabbat, úgyhogy lehet, hogy azt tudom mondani, bár nem vagyok nagy szakértője a történetnek, de azt gondolom, hogy ameddig te a kikapott ételbe kapsz madárszart, az egy történet, az már mondtok ez, hogy te kikaptad, mondtok ez, nem a kiadó felelőssége, hogy most egy nyílt udvaron bele szarik-e a madár, de hogyha belül szarik bele a madár az étteremen belül, na az erősen problémás. De hogy itt egyébként effektíve az volt, hogy, tehát, hogy nyilván ezek ilyen nyitott kifőzdéskék voltak, nem tudom, hol lehet ilyen, tehát hogy mintha egy mint Magyarországon, vagy Pesten valami piacra bemész, és ott van ilyen kajás rész, ilyen lángosos, meg mit tudom én. Persze. Tehát ilyesmi stílusú volt, és hogy effektíve Sibának is a verebek berepültek a konyhába, és így őket is amúgy megfőzték, hogyha már ott van, akkor az problémás, tehát így. De hogy én valahogy úgy éreztem egyébként, ez lehet, hogy csak az én fejemben volt, hogy igazából így hogy senkit nem zavart, tehát nem az volt a semmelyik ilyen konyhába se a reakcióra, hogy hegyhelyesegették volna őket, meg az ott kajálók is így úgy voltak, hogy így jó, hát akkor ott van, tehát hogy én ezt valahogy úgy értem meg, hogy itt tényleg az a mentalitás, hogy természet szeretett, a kisverébe az is a természet része, most akkor ide jött, jó, és igazából igen, és a kakia is a természet része. De én nem éreztem, tehát hogy most érted, miért különbözik az, hogy most a madárka ott repked körülötted, mintha mondjuk egy centire elszáll a macskától. Tehát, hogy jó, nyilván mondjuk a macska az lehet, hogy szobatiszta, de ez hogy az én döntő, vagy az én macskám, tehát hogy én jó, én azt értem, csak én megmondom, én ezt úgy éltem meg, hogy itt tényleg a természet rész a veréb, és akkor ott a veréb is kicsit csipegette a morzsát a földről, és oké, jó, hát figyelj, ez is egy vélemény. Én azért voltam egy kicsit feszültebb az átlagosnál, mert én nem vagyok egy nagy madár rajongó, tehát hogy konkrétan, hát nem azt mondom, hogy fóbiám van, de hogyha lehet választani, akkor nem madarakat tölteném a hát hátrálevő életem. Akkor te nem osztod a véleményt, hogy a madár. Nem osztom. Szóval emiatt, tehát hogy mondjuk macskák lettek volna, meg kutyák, akkor azt mondom, hogy jó, hogy leszarom, hát legyenek ott, de az, hogy a madarakat fontosan röpködtek, én meg így behúzott nyakkal próbáltam enni. Ez nem volt a de úgy nem tudsz jobban enni, hogy én tudom, de hogy így kevesebb részemet látják. Tehát ez a pszichónak a madarak című. Igen. A pszichónak Alfred pszichó. Úristen. Igen. Jó. Úrinak is leért a sör. Jó. Jó, én elfáradtam. Jó, akkor húzzunk vele. Szóval van egy urányi sztori pedig, de haladunk. Nem baj, persze. Lóri majd azért kérdezte is, hogyha van kérdés. Nem, én úgy érzem, én örülök, hogy beindítottam a sztori áradatot, én most csak akkor akarom ezt megpiszkálni, hogyha csak úgy érzem, hogy érdekeset hallasz. Igen, nem, hogyha úgy érzem, hogy kicsit kezd leülni a dolog, tehát a sztorizgatásnak hát nem szabad belerondítani. Köszönöm szépen. És akkor itt jött az autóleadásnak a káváriája, vagy hát mi úgy éltük meg. Ugye azt kell tudni, hogy a Új-Zéland két nagy szigetből áll, és a két sziget között komp viszállt, körülbelül egy 3,5 órás komput, tehát nem annyira kicsi az a táv. És hát mi ezt a Google térképen nagyon szépen beállítottuk, hogy jó, hát igen, ott bevegyünk az autóval a komba, a komba az átvisz, kerül mondjuk, mint ami 20 000 forintba, és kész. Na hát kezdődött úgy, hogy nem 20 000 forintba került, kb. 80 000 forintba. Úgyhogy akkor kicsit úgy majdnem belehajtottam az árakba, hogy akkor
És mi a faszok történik, mert ugye nekünk nagyon komoly menetrendünk volt, amit egy asszisztens összeállított, hogy 15 óra 4 perckor megérkezünk a komból, 15 óra 60 perckor, ami nincs, akkor benne. Az már 16 óra, de 16 óra. Becsekkolunk a szállásnál, tehát hogy oda kellett élni mindenhova, és akkor gondoltuk, hogy jó, hát akkor mi erre a megoldás, és korábban már mondta szerencsére a faszi, akitől felvettük az autót, hogy ezt ők nagyon kitalálták, mert azt meg tudod csinálni, megérkezel a kompállomásra, ott leadod az autót, átmész szépen idézőjelben gyalog a kompa, és ott az első állomáson felveszed az új autót, és azzal mész tovább. Tehát ez teljesen működik, jó, örültünk, megveregettük egymás hátát, és mikor megérkeztünk a kompállomásra, akkor jött egy kis izgalom, hogy zárva volt az autókölcsönző. De várj egy kérdés, de úgy így olcsóbb átmenni, hogyha igen, nem viszel autód, mi pontosan. Ez a lényeg. Nyilván nekik is ugye úgy van kitalálva, hogy tehát a bérautót átviszed a déli szigetre, akkor mondjuk azt nekik előbb-utóbb vissza kell juttatni. Tehát, hogy nekik se éri meg feltétlenül azt, hogy te átvisz, hanem egyszerűbb, hogyha leadod, átmész a kompatri gyalog, és aztán a másik oldalon megkapsz egy másik autót, és volt ez a semmi probléma. És ott, amikor megérkeztünk a kombindulás előtt nem sokkal a autókölcsönzőben, ami zárva volt, na akkor ott jött egy kis pánik, hogy akkor a franc, meg hogy a car park az tele van, tehát hogy ezt nem tudjuk leadni. Mi a fasz? Igen, idegbeteg. És akkor a világ legegyszerűbb dolga volt a megoldás. Mindjárt mutatom is a kép. Telefon. Nem? Az autókölcsönzőnek a falán van vágva egy kis lyuk, key drop, oda dob be a kulcsot, és kész. Ennyi. Tehát, hogy megállsz az autóval, bezárod, bedobod a kulcsodat, és mész a dolgodra. Senki a bűnös életben nem ellenőrzi ott helyben, és nekem ez azért furcsa, mert én ahhoz vagyok ugye hozzászokva Magyarországon, amikor autót bérlünk, akkor nagyítóval nézik, hogy nincs rajta egy karcolás sem, meg ugyanez volt szerintem Bulgáriában is, tehát ott is ugye nagyon megnézték, amikor visszaadtuk, vagy legalábbis ránéztek, hogy megvan-e minden egy kerék például, de itt ugye semmi, tehát itt bíznak annyira az emberekben, hogy ennyi, csak bedobod a kulcsot a kis lyukon, és mész a dolgodra. Hát jó, de gondolom megadták elő mennyiségű adatot, hogy még az unokádat is hogyan verik. Nyilván, tehát hogy ilyen szempontból ez egy tök jó rendszer, mert ők megkapják az autót, én nekem továbbra sem érdekel, hogy rommát törjem, úgyhogy hát jó, meg hát volt. Bulgáriában is az mi a franc, ez a tank mutató, tudod? Milyen tank mutató? Hát tudod, a benzin mutató. És mi volt vele? Hát tudod, ez nem volt jó az elején. Ja, igen, nem, igen. Nem mutatott megfelelő százalékot, igen, és igen. Akkor a csávó elkezdi, I can see the system, és akkor mit látsz, hogy megbüntettek minket? Mert megbüntettek. És ezt csak egy mondott, it's okay. Juppé. Bármit kérdeztük, it's okay, juppé. Az volt olyan, amikor kaptunk egy kerékbilincset, tudod, mert nem fizettük be a parkolást, és akkor Lóri már elkezdett aggódni, úristen, itt akár 100 000 forint is lehet a büntetés. Beírtam, és azt mondták, hogy 500 forint. Nem ennyi. Jó, de hogy nagyon túloszt. Nem, hát mondtam, hogy hát baszak, bármennyi lehet, és akkor, hogy mit tenni Magyarországon, most nem tudom mennyi, de mit lehet, mint 15 000 forint, vagy 20, vagy mit. Akkor 500 tenni, forint akkor, volt kb. De hogy 500, nem, lószart, ilyen. Nagyon-nagyon olcsó volt. 5-6 000 forint jó, volt. Jó, na, szindész, ne rohizd el a sztorit, így. Jó, igen. Szóval visszatérve, tehát akkor leadtuk az autót, felszálltunk a kompra, és kicsit olyan volt, mint egy loading screen két játékpálya között. Egyébként az Északi-sziget is nagyon szép volt, de azért a Déli-szigetnek a tájaival nem tud vetekedni. Nagyon-nagyon jó, egyébként hatalmas komfort, tehát konkrétan egy tehervonat belement. Tehát, hogy azért az elég brutál. Igen. Belement egy tehervonat a igen, igen. És az vitt minket. Mármint szándékosan, tehát, hogy nem nem így vett, azért is egyszer csak belejött. És mennyibe kerül, hogy én egy tehervonattal akarok átkompozni? Tehát, ugye már 80 000 forint, hogy egy autóval. Tehát... Attól függ, mit szállítasz. Mert ugye aláadod a terményedet, hogy a fasz, akkor ugye van. Nem tudom. Hát bevándorlókat. Abban most jó biznisz van. Na mindegy. Szóval nagyon-nagyon gyönyörű hegyek, völgyek, tájak között mentünk át Piktonba, ahol felvettük a ismét Toyota Yaris, csak ezúttal piros színben, úgyhogy hatalmas váltakozás, és egyébként már itt annyira tiszta volt a levegő, annyira jó volt az idő, annyira jól éreztük magunkat, hogy ez is egy ilyen kis földi paradicsom. Nem bírom megállni, ilyen sétáló Budapesten. Beköszöntött, jó, oké, de jó, mindegy. Vicces. Úgyhogy, Gás, te hogy élted meg a Déli-sziget megérkezést, hogy tetszett?
Abszolút, abszolút. Jó volt, én egy kicsit így, nem tudom, én merengtem a tengerbe, aztán egy elég jó szunyókáltam a kompon. És tényleg tök jó az, hogy ilyen gyakorlatilag laza az egész helyzet, az autóbérlés, meg amit elmondasz, hogy így nem izgulják túl ezt az egészet, és én ezt élveztem, de ez tényleg az egész országra elmondható, hogy így tök kedves mindenki, tök laza mindenki, nem ez, de nem ez a arcodba mászik, hogy izé, jaj, de cuki vagyok, és így megütnéd, hogy hagyjam a békén, bazd meg, hanem így mindenki így tényleg kedves, és tényleg barátságos, és nincs túl bonyolítva, meg túl, nem tudom, bürokratizálva semmi, hanem ennyi, hogy bedobod a kulcsot, aztán ha összetörted a kulcsot, akkor majd nem tudom, levonják a bankszámládról az infót, és így nem kell aggódni ezen. És itt is az, hogy átmentünk, bemész az autóba, hogy itt vagyok, ez vagyok, jó, ott hátul parkol az autó, piros az, itt a kulcs, tessék, menj, és kész. Egyébként érdekes, amit mondatok, hát apukámnak van egy olyan barátja, aki Ausztráliába diszidált, hát valamikor még annó a szocializmus idején, és ő rajta is ugyanezt a mentalitást érzem. Tehát abszolút ez a végtelenség, laza, ő végdolgozta ott az életét, tehát kőkeményen helytelt, és akkor most már tudod, így nyugdíja, van ilyen ottani nyugdíja, amikor ott tél van, akkor ide lepül a nyárba, amikor itt véget ér a nyár, akkor visszarepül abba a nyárba, tehát nem egy rossz. Igen, jól tolja, és ugyanez a tök laza csávó, és az érdekesség, hogy dohányzik, és nem fogjátok eltalálni a cigaretta márkáját, amit szív, Peter Jackson. Micsoda? Így hívják azt a márkát, és Magyarországon is így nyomja a Peter Jackson. Tehát így... Na igen, szóval akkor megérkeztetek a déli szigetre, akkor autóztunk egy csöppet, elmorzsoltunk pár könycseppet, és megérkeztünk valahova, nem tudom már, melyik Haikura talán, tehát ilyen random kis helyek. Ettünk finom kis kaját, és másnap volt pedig Christchurch, ami ugye most már sajnos egy szomorú hely. Nem tudom, olvastad a hírt, ott volt a nagy lövöldözés. Furcsa belegondolni azért, hogy tényleg hát egy héttel utánunk, vagy másfél héttel utánunk volt, és mi voltunk ott. És egyébként Christchurch nem egy szerencsés város, mert ott voltak durva földrengések, és látni is, megérezni is a hatását. Tehát voltak olyan városrészek, amik el voltak kerítve, hogy akkor ott most éppen komoly építkezések zajlanak. Meg volt egy templom is, ami összedőlt, és egy ilyen ideiglenes templomot összehoztak. Gásod, miért érdekes? Világ legrondább templomja, de pont ez a lényeg benne. Szerintem nem ronda egyébként, az érdekes benne, hogy a Christchurch-i katedrális az, ami összedőlt a földrengésbe, és felhúztak, hát gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen ikás darabokból lenne, vagy kartonpapírból összerakva ez az egész. Azt hiszem, mi is hívják, tehát Cardboard Cathedral a nem hivatalos neve, tehát ugye a karton katedrális, és így tényleg ilyen, mintha ikából raktád össze a kis katedrást, és ott egyébként, ha jól láttam, akkor azért többféle feleketet is tart istentiszteletet, és így tényleg tökre megvannak egymással, és tényleg így összehozta őket, vagy összefogja őket az, hogy hát most nincs nagy katedrális, hanem ez van. És hogy mégis azért építettek valamit. Mondom ezt, hogy neki 0%-ig vagyok vallásos, de hogy tényleg ez egy ilyen tök jó dolog, hogy felhúzt hirtelen egy ilyen valamit, és akkor ott közösen, vagy ott egymás mellett létezve abszolút, abszolút jól áll vannak a különböző felekezetek. Király, királyság. Christchurch egyébként nem egy... Ez is olyan, hogy azért nincsenek képek, mert nagyon nincs mit fotózni. Egy átlagos kisváros, elmentünk egy ilyen... vadasparkba, tehát, hogy ami nem annyira kötött, mint egy állatkert, és engem nagyon-nagyon tetszett nekünk pont emiatt, mert ez is azt éreztük, hogy az állatoknak nagy helye van, szabadon vannak hagyva, tök kellemes volt az egésznek a hangulata, tele volt kis patakokkal, kacsákkal, szép zöld volt az egész, és itt láttunk először és utoljára kivit. Ugye a kivi az új-zélandiaknak a nemzeti állata, és a
Ja, én most egy gyümölcsre gondoltam. Jó, oké. Okay. Kiwi az egy madár, és csak Új-Zélandon őshonos, és egyébként nagyon-nagyon jó, óvják őket, mert azt hiszem már csak 50 ezer példány, vagy mennyi van életben. Igen. És a nemzeti szimbólumok, és a kiwi az egy éjszakai állat, tehát, hogy ahova bementünk, az direkt be volt sötétítve, ilyen vörös fények voltak, és láttunk egyet. Egyébként nagyon cuki, egy ilyen, hát egy ilyen focilabda méretű, de nincsen szárnya, hanem csak lába van, és egy nagyon hosszú ilyen csőre van, amivel ugye a hangyákat meg ezeket szedegeti fel. Nagyon cuki volt, nem szabadott fotózni, de hidd el nekem, hogy láttuk, és, jaj, és jó, nagyon kellemes. Egyébként eszembe jutott valami, ha már ezzel nem szabadott fotózni, ez most ilyen tök zsivágány. Nyugodtan. De emlékszel, amikor mi az? Szófiában a csáv oda jött, hogy töröljem ki a képeket a katedrálisból. Igen. Na hát rájöttem, hogy az iPhone-nak olyan a törlés, hogy rányomok, hogy delete, és 30 napig tárolja egy delete mappában. Tehát én azt simán bármikor vissza tudtam volna húzni, és nem kellett volna fizetni a nyomorult fotósjegyet, hanem megmutatom, hogy nézd, kitöröltem, bátyja, és így visszahúzom. Na fotós mindegy. Fotósjegy. Igen, csak... Hát, ezen utólag fogtam a fejemet, hogy jó nagy parasztvakítással kiúszhattam volna magam a csávából, de nem baj. És azért lehet, hogy a csávónak feltűnt volna, hogy így fotózol egyet, oda jön, hogy jó, és akkor kitöröltem, és aztán utána megint fotózol egyet, és ugye a 70-nél lehet, hogy már kezdett volna gyarapodni, hogy a csávó nagyon próbálkozik, hogy akkor is csinál egy kurva képet, ha 70-szor oda megyek, hogy törölt ki létsz, akkor nem, is. Nem, akkor jött, amikor már szétfotóztam az agyamat, tehát így ja, kitöröltem az óra előtt 10 képet kb. Egy nagyon menő ilyen ortodox katedrális volt. Nagyon jó képeket lőttem, aztán hát már ez már egy az utolsó napokon volt, úgyhogy nem nagyon akartam ezért külön fizetni, amikor már így fogyott a lóvé a segünk alól. Tehát én konkrétan, nem sose volt, de konkrétan kinullázottam az utolsó nap utolsó pillanatára. Na, ezt nem is tudtam. De hát én pont megváltottam a jegyet a transfer vonatra, vagy metróra, vagy mi, amivel kimentünk a repülőtérre, és én ott így csontra nullára jöttem ki. Tehát azt nem tudom, hogy csináltam, de ilyen se volt még. Ja, egyébként a Új-Zéland körülbelül kétszerűen drága, mint Magyarország. Tehát ezek a nyugati árak vannak általánoságban. Ja, akkor Gás, átadom picit a szót, ismét egy szent helyre érkeztünk, ami talán így a Hobbit falva mellett az első számú hely volt, az Edoras. Oh. A Mount Sunday nevű kis hely. Igen, igen. Már hát, az oda vezető út kalandos volt. Igen, azért tehát elkezdődött úgy, hogy jó kis hegyek között, meg tájon, és tényleg az volt, hogy nézel körül, és hát bazd meg, ez rohan. Tehát, hogy így mész, és na, ez rohan. És aztán egyszer csak az út az így elfogyott. Az aszfalt, és akkor nézem a kis navigációt, hogy hát még úgy így egy ilyen 40 kilométerre vagyunk, 40 percet ír a GPS. Jó. Hát egy kavicsos út kezdődött ott, majd folytatódott 40 kilométeren keresztül. És ezzel lehetett kocsim menni? Hát én aggódtam azért eléggé. Tehát, hogy ott képzeld, hogy ez megy 40 percen keresztül. A kavicsok azok folyamatosan repkedtek fel, érezted minden egyes kavicsot, hogy belebaszódik az autóba. Nagyon féltem attól, hogy betörjük az ablakot. Hogy odajön a bolgárcsa, és jupé! It's okay! Tehát, hogy azért ez a durva ilyen kőút volt, tehát hogy nem is ilyen látos, úgyhogy azért nagyon hosszú volt az odavezető utazása miatt, de amikor megérkeztünk, az mindenért kárpótolt, úgyhogy. Ja, és nem csak, ugye vissza is kellett jönni, tehát igen, ez volt a problémás. Gondoltam, hogy visszafele nem teleportáltatok. És akkor megint az van, hogy képek nem adják át, tehát az, hogy van egy ilyen medence kb., egy hatalmas terület, és az körbeveszik hegyek, és a medence közepén van egy magányos kis dombocska, hegyecske, amire ugye felépítették annól a díszletet. Tehát ez is, az már nincs ott? Nem, és ezt mondták is a gyűrűkor extrákban, hogy csak akkor engedték meg nekik, hogyha ott felépítik a díszletet, hogyha semmilyen nyomát nem hagyják, hogy ők valaha ott voltak. És nem is szabad semmilyen pénzt elkérni túravezetésre, vagy akármilyen. Nyilván örültünk volna, hogyha ott is vannak házikok, de így talán még nemesebb volt, hogy egy ilyen érintetlen természeti környezetben láthattuk Edorászt, így is brutálisan jól nézett ki.
Igen, meg nekem azért tetszett nagyon, mert tényleg ez a mentalitás, hogy én csak nem show, meg nem túl izé, túlhúzva, viszont mondjuk ez a hegy, ez nekem pont olyan, hogy ez tényleg annyira felismerhető, hogy nekem abszolút az volt, hogy igen, itt vagyok, és gyakorlatilag ugyanaz az élmény volt, hogy ugyanolyan élmény volt, mint Hobbit falván, hogy igen, itt vagyok. És itt forgatták, és itt történt, és itt. Úgyhogy ez nekem legalább akkora élmény volt egyébként, mint Hobbit falván, és mondom annak ellenére, hogy igazából nincs ott semmi, csak egy tényleg a hegy maga. De hogy tényleg olyan brutális a kilátás, hogy körbenézel, és ez a 360 fokba bazd meg. Meg tényleg azt, hogy nem csak a síkság, hanem vannak ilyen gyönyörű patakok, amin ugye át lehetett kelni, a kis hidak, tehát hogy nem mm-hmm. még az odavezető út is egyébként. Igen, telnek, rengeteg tehénszar, az odavezető út is izgalmas, volt egy ilyen híd, amin csak egy ember mehetett, tehát nekünk beszakad az egész. Maximum load one person, úgyhogy nagyon király volt, és akkor ugye meg kellett mászni, egyébként nem volt annyira alacsony. És hát ott azért szerintem egy órát eltöltöttünk körülbelül. Hát, ezt megértem. Itt azért néztél, ameddig a szemed ellát. Most ez ilyen nagyon idióta kérdés, de pont most jutott az eszembe. Tehát ott, hogyha most így húgyoznod kell, akkor frankon így hát, ja. odamész valahova, aztán kész. Tehát... Nem mondom, hogy ezt csináltam, de lehet. mert hogy nem látok semmiféle kiépítettséget, tehát nyilván. Nem, ez mondjuk, hogyha így csokiznod kell, akkor szarba vagy. Azt úgy ne. Szó szerint. Ja, de eszméletlen látvány volt, úgyhogy ez is egy hatalmas szerencse, hogy a gyűrűk urára ugye megtalálták, mert ez is olyan, hogy a Tolkien nagyon pontos leírást adott azzal kapcsolatban, hogy mit akar Edorászként viszont látni, ha valaha lesz film, és találtak egy ilyen területet. Igen, biztos, hogy így írta meg, nem tudom én, 45-es év, hogy hogyan akarom én ezt filmen viszont látni. Érted, mit mondtam? Értem. Tudom, még belekötetek. Igen. Szóval Edorász volt talán így a top egy ilyen természeti szempontból. Aha. Ide is megfogadtuk, hogy egyszer visszamegyünk. Na itt például tökéletes időjárás volt, ilyen kis jó kis túraidő, úgyhogy, ja. Igen. Igen, ezt el tudom képzelni, ez nagyon komoly lehet. Akár jó. Oda költöznék. Akár. Hát oda simán, mert gyönyörű. Még nekem Ausztria a nagy kedvenc, de ez azért így megközelíti. Ez se rossz. Igen. Na, igen. Ja. Elmegy. így van. Na, és akkor már vezetett tovább az út? Hát egy Ferli nevű hatalmas metropolizba érkeztünk meg, ahol 700-an élnek. Nekem ez volt a kedvenc. Igen, vajon miért? Kedvenc szállásom, sehol senki. Egy tök jó minőségű szállást kaptunk, és aztán jött a sziréna. Igen, ez... Nagyban, hát megy, hogy fél álomba, nem tudom, hogy néztünk valamit este, és akkor egy ilyen légvédelmi sziréna, ez a klasszikus, így beindult, de csak hogy néztünk, most akkor a harmadik világháború, Silent Hill, mi a faszom történik, mit kéne csinálni, ezt így kimentem az utas, hogy sehol senki, semmi nem történik, hát mondom, majd atombombát dobnak rám éppen akkor, azért csak látnék embereket, hogy akkor mit kéne csinálni, meg amúgy lehet, hogy tök mindegy is lenne. Úgyhogy akkor így visszamentünk a szobába, és aztán ki googliztam, hogy egyébként a önkéntes tűzoltóság van ezeken a területeken, és őket hívják ezzel, tehát hogy nekik szólt, úgyhogy megnyugodtam, hogy jó, akkor nem halunk meg, és nem haltunk meg. Na hát, ez egy pozitív hír. És akkor itt még, ha nem láttunk volna elég táját, akkor úgy jelent még így bedurvult, tehát a Queenstownba vezető útunk, ami Queenstown egyébként egy gyönyörű ilyen turista paradicsom, mert nagyon sok az aktív szabadidős tevékenység, tehát lehet vitorlázni, jazzkizni, akár síelni is, és az odavezető úton is egyébként már ilyen nagyon hegyes-völgyes tájak, tehát ilyen gyönyörű kék színű tavak azok így mindennaposak voltak, hogy hátul a havas hegycsúcsok, gyönyörű kék víz, és körülötted meg erdő, tehát hogy ez gyönyörű volt minden szempontból, és Queenstown pedig nekem nagyon-nagyon tetszett, Gáspárnak kevésbé. Akkor én ezt mondom az érem szerintem szebbik oldalát, Queenstown az nagyon szűk, tehát hogy nagyon-nagyon piciket,
nagyon hegyes völgyes, tehát az utak azok ilyen szűk szerpentinek, és pontosan emiatt az az embermennyiség, ami ott van, az elég zsúfolt. Tehát, hogy itt, ha embereket akartál látni, akkor végre látsz. Ugye Gáspár nem akart embereket látni, tehát mondom, neki emiatt volt ez egy nagyon tortúra, de eszméletlen gyönyörű Queenstown. Mindjárt, ha tudok, akkor mutatok képet. Felmentünk egy kilátóra, és a kilátóból nézhettünk le a városra, ami egy ilyen tó köré épült, vagy egy nagyon-nagyon szép tóra. Azt a kutya meg a macska. Tehát, hogy ezek a kis nyúlványok, meg a háttérben a hegyek. Ez beteg. Igen. Anyád, ez... Hú! Aki hát csak hallgatja, az... Nem szar. Igen, nem szar, igen. És oda vezető úton egyébként még hát elmentünk ilyen forgatási helyszínekre, hatalmas idézőjelen, mint a holtláp, amiből semmit nem láttunk, mert csak ilyen zéked, növényeket, meg a pelenori mező, ami ennyi, tehát hogy csomószor az volt, hogy gondolom a közelieket vették fel, és ott nem volt szükség annyira, hogy kidolgozzák a díszleteket, és ez pedig az Argonath, tehát hogy itt vették fel, ahol a... Szivac. Igen, ahol a csónakok hát, mennek, és igen, akkor igen, felrakták igen. Utólag a maketteket, a két szobrot. Na, visszatérve Queenstownra, Gás, még vélemény? Hát ennyi, amit elmondtál, hogy igazából nekem azért nem tetszett, mert nagyon sok ember volt így nagyon kicsire össze, nagyon kicsi helyre össze, zsúfolva. Én meg már Budán is rosszul érzem magam, kisalföldi gyerek lévén. De igazából, tehát azt mondom, hogy ez olyan város, amit értek, hogy valakinek miért tetszik, nekem nem tetszik. De mondjuk ez a nem tetszik, ez úgy, hogy tehát nem tetszik Új-Zélandon belül, mert egyébként meg még ez is egy olyan hely, hogy bazd meg, de tehát igazából nem a kilátás, meg semmi, hanem ugye a feelingje az, ami nekem nem igazán jött be, ez a rengeteg mennyiségű emberrel, meg még kis apró utcáskákkal, meg olyan emelkedőkkel, hogy öröm volt rajtuk manőverezni. Meséljük az utolsóra. Igen. Itt volt egy tök jó ilyen programunk, hogy egy Luge nevű, olyasmi, mint a Bob, meg a Gokártnak a keveréke, tehát egy ilyen kis műanyag autószerű dolog, amivel a domboldalon tudsz lemenni, és egy ilyen kiépített pályaszakaszon kellett versenyezni gyakorlatilag, és baromi jó volt, és csak a végét láttam, hogy nem tudtunk közben videózni, egy ilyen szintű dologgal jöttünk le, és ilyen voltak nagy kanyarok, meg hajtókanyarok, meg alagút, meg minden, és közben ilyen táj van, tehát hogy így domboldalról mehettél le, és igen nagy sebességgel. Úgyhogy kurva jó volt az is, hát Queenstown, tehát ott ilyeneket tudsz csinálni, és akkor felvitt a libegő ugye a tetőre, és akkor tudta lejönni a kis autóval. Mi 3 körre fizettünk be, úgyhogy baromi király volt. És akkor utána még egy kisebb utazás vette kezdetét, megnéztük, hogy Vasudvar jelenteit hol forgatták, hát én ez a nagy zöld növényzet, körülöttebb hegyek, és itt volt még egy nagyon szép ilyen naplemente egyébként az, hogy a hegyek között, ahogy átsít a nap, ugye itt a zöld mező, és akkor egy ponton ott még, ahol a nap elejére ér. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen szent pillanat volt, hogy meg kell állni, és akkor ott be kellett szívni a helyi atmoszférát. Itt nem nagyon ismerem föl egyébként ezt a tájat. Gás azt mondta, hogy neki emlékezik. Én, tehát ez nem olyan volt, mint a Dorasznál, hogy rátok mutatni, hogy ott volt Vasudvar, de hogy nekem a feelingje az abszolút az volt, mint tehát inkább a még mielőtt ugye Saruman lebontotta a fákat, tehát akkor ugye a mindjárt szemült, hogy kezdődik. Andris, idéz. Melyik rész? És szürke Gandalf Vasudvarban. Visszáll fel a végzetet. Na, tehát hogy olyan feeling volt, hogy az. De hogy mondom, nem tudok rábökni, hogy most éppen melyik sorokba lett volna, de hogy ugye, ahogy ugye mondtam, hogy Edoras felé, vagy hát a Mount Sunday felé mellett, ugye azt éreztem, hogy na most rohamba vagyok, úgy itt meg azt éreztem, hogy na ez most Vasudvar és környékén vagyok, úgyhogy abszolút. És volt párszor, ahol azt éreztem én is, hogy ez is ilyen érzelgősnek hangozhat, hogy ez már nem Új-Zéland, hanem ez már középföld. Tehát hogy konkrétan olyan volt a táj, meg az egész hangulat, hogy ez nem lehet, hogy ez a föld, hanem ez egy mesevilág. Úgyhogy ezekért a pillanatokért is már megérte elutazni, és akkor még egy utazás maradt, és akkor már hamarosan véget ér a beszámoló.
még egy hosszú 4 órás autóút vezetett le minket Milford Soundhoz, ami egy fjordok, uh-huh. és onnan volt egy hajóút, ami kivitt a Tasman-tengerre, ugye már, ami Új-Zélandnak a legnyugatibb csücske, és akkor uh-huh. a Tasman-tenger túloldalán van Ausztrália. Na hát ad is, mire odaértünk egyetlen a Milford Soundhoz, ilyen nagyon durva hegyeken, völgyeken át vezetett az út, ott is Gás nagyon sokat filmezett, azok most nekem nincsenek még meg, de hát például megálltunk egy alagút előtt, és akkor ott is tudtunk csinálni egy 360 fokos felvételt, hogy mindenhol hegyek, az alagútban mondjuk várni kellett, hogy a szembeforgalom az ez megérkezzen, úgyhogy nagyon durva volt. Úgyhogy... Igen. Milford Sound maga meg, hát igen. Hát ez egy... Kicsit már olyan volt, mint a Jurassic Park, tehát, hogy ilyen... Te jó ég, zöld, ez nagyon durva. Hegyek, meg vizesések, meg minden egyéb. Még mutatok képeket. Havas hegycsúcs, hogy ez mindenütt. Ez nagyon durva. Egy gyerek vezette a hajót, mert a kapitány az így azt mondta, hogy te is meg tudod csinálni, és tényleg a gyerek vezette. Tehát mondta a kapitány, most 2 fokot balra, 5 fokot jobbra, tök király volt. Az igen. Ja. És akkor ezek után fizetéscsökkentést fog kapni, hogy egy gyerek is igen, el tudja végezni a munkáját, pontosan, tehát, igen. mert ez a gyerek nyalókáért is elvezeti. Igen. És akkor még voltak egy fókák, hogy sütötték a hasukat a szikván. De kemény, te jó ég. És volt is. Hát fenntartjuk azért a érünk, hogy örülünk, mert hogy lehet, hogy azok igazából csak ilyen kitömött zoknik voltak, mert nem mozdult meg egyik se, tehát hogy csak így... Ilyen fókahullákat odadobtak. Rámondják, hogy fókák, hogy ja. nem tudom én, $30 többbe kerülhessen a jegy, de... És volt egy ilyen vizesés, ami alá egyébként látod, hogy beálltak a hajók, és a mi hajónk is beállt alá, aha. és ott mondta a kapitány, hogyha ott elér téged a víz, akkor másnap 10 éve fiatalabban ébredsz. Tehát ez egy is ilyen helyi hagyomány. De hát itt is milyen durva tájak vannak. Tehát ez nagyon kemény volt, ez a Milford Sound. Ez is egy nagy élmény volt. Erről most az jutott eszembe, Németországban van egy, hát Németország, Ausztria határán van Königssee nevezetű hely, és ott amikor mész hajóval, van egy pont, ahol ilyen iszonyat durva vízhang van, és akkor kiáll egy csávó, trombitával a hajó szélére, ugye Königssee, tehát ez az tavat jelent, ez a királytó, és elkezd trombitálni, és az az egy trombita olyan hangot jelent ott, ugye víz is eleve viszi a hangot, és még ahogy a szikla falról még vissza is jön a hang, az olyan kemény hangja van, nagyon, nagyon, nagyon szép. És egy, mivel ilyet a szünetekkel játszik, tehát hogy maga a vízhang, de, tehát egy ilyen oda-vissza reakció alakul ki. Egy nagyon érdekes sztori. Ja, úgyhogy ez még így az utolsó kalandnak egy nagyon szép hely volt az is az, hogy visszanéztünk így, és csináltam egy képet, hogy na ide még vissza kell hát jönni. Hát igen, igen, megérné. Úgyhogy nagyjából ennyi, utána még visszarepültünk Aucklandbe. Aucklandbe még egy fél napot eltöltöttünk, ott Gásper megint összeveszett a videóbusokat. Queenstownból repültetek vissza? Ja, igen. Ja, még a Queenstown éjszaka. Tehát amikor ugye hula fáradtam Milford Soundba, még 4 óra autóút vissza, megérkeztünk a szállásra, ami egy ilyen hegy tetején volt természetesen, és mondjuk volt 60 szobájuk, és 40 parkolóhely. És hát megérkeztünk este 10-kor, reménykedve, hogy akkor pont nekünk ott lesz egy hely, nem volt. És ugye olyan szűk utak vannak, hogy egy autó épp hogy elfér. Én meg ezért nem vagyok egy gyakorlatvezető, tehát be voltam szarva, hogy leviszem a tükröt, vagy nem tudom, elütök valakit. Felmentünk, nem volt hely, jó, akkor ott kitolatás, de úgy, hogy ilyen milliméterenként, mint az Austin Powers-be. Jó, akkor... De effektíve, tehát, de hogy tényleg? Nem túl, és effektíve az, hogy jó, gyere még 3 centit, jó, tekert ki tökig balra, mennyi előre 2 centit, jó, gyere vissza a 3-at, és tényleg így nézd, hogy bazd meg, nem hiszem el. És akkor utána akkor keres este 10-kor Queenstownban parkolóhelyet, ami egy amúgy se egy nagyon nagy város, úgyhogy akkor lementünk a domboldalról, és akkor ott láttunk egy kis helyet, és akkor párhuzamos parkolásra kellett volna beállni, ami nekem nem azt mondom az erősségem, hanem sosem csináltam körülbelül a vizsga óta, és akkor egy tök jó összefoglalásban leírtuk, vagy felírtuk, hogy tehát Új-Zélandon 8 óra vezetés után éjjel Rückfelsben hegynek fel bal oldalon
párhuzamosan kellett parkolni. És akkor ez így szépen összejött, körülbelül 10 percig tartott, de aztán sikerült beállni. Na. Volt egy pillanat, amikor Gásnak kicsit megállt a szíve, szerintem, amikor majdnem belementem ilyen kampóba. Hát, amit... Igen, az is előtt álló autóból egy ilyen jó nagy vont, nem is vontató horog volt egyébként, mert nem kunkorodott fel, és nem volt teniszlabda a végén, hanem egy ilyen, de hogy annak a helyén egy ilyen vas darab így kiállt az autóból, és ugye ez volt a mi autónk előtt, és akkor mondtam, és így láttam, hogy jó, azért még van egy nem tudom, egy jó 10 cent, és akkor mondtam neki, hogy jó, akkor most menj hátra. És ugye szépen Andris rükvercbe rakta a kocsit, csak ugye automata váltó volt, nem tudom. Mindegy, és akkor így ugye a gravitációtól így megindult előre, így a kampó felé, akkor ott egy kicsit szívrohamot kaptam, de aztán elkapta szerencsére, meg őből nagyon nem érzékelt semmit szerintem, hogy nem, majdnem felnyásolt az autót, de... De most képzeljétek el, hogy majdnem 2 hét után az utolsó ilyen széttörnénk az autót, tehát ez mekkora lenne már, és itt azért elég komoly javítási költségek vannak, úgyhogy volt tétje. Mondjuk úgy, de sikerült végül, nem volt semmi gond. Na. Utána még ugye visszarepültünk Oaklandba, ahol szépen az elég szép tájakat látunk, tehát ezek azok, ahová ugye nem tudsz autóval sem bemenni, tehát csak helikopterrel vagy repülőről láthatod. Ez is olyan volt, hogy ilyen beszabehú. Volt olyan vulkán is, vulkáni hegyek, több felvétel is van, de most csak ezeket raktam ide be. És akkor ugye Oaklandben megnéztük még moziban a Green Bookot, egy 10 fokra lehűtött moziteremben körülbelül. Aztán másnap már szomorúan indult a 36 órás hazaút. Maori feliratta, vagy hogy volt? Nem, maori színészek játszották el, tehát nem volt egy helyi változat. De egyébként mindenki jól beszélt angolul, mert ugye hivatalos nyelven maori is, tehát hogy elvileg azzal is lehet. Gáspár ugye mesélt már. Azt értem. De hogy általánosságban a buszvezetőkön kívül mindenki beszélt a saját akcentusával, mondjuk a kiwi akcentus is olyan az új-zélandi, hogy így nagyon kell figyelned, hogy megértsd, mert ők úgy vannak vele, hogyha te vakkansz egyet angolul, akkor ők elkönyvelik, hogy te tudsz angolul. És akkor így nyomják neked ezzel a perfekt kiwi akcentus, akkor ott azért kapaszkodni kellett, de én azt mondom, hogy mivel annyira türelmesek, meg jó fejek, ezért szerintem egy közepes nyelvtudással már ki lehet menni. Persze. Meg egyébként úgyis mondjuk a szállásadóknak a 80%-a ázsiai, tehát hogy nem azért nem érted, mert te nem tudsz angolul, hanem azért, mert ő nem tud. Vagy hát kicsit azért úgy töri, vagy ő is olyan akcentussal beszél, hogy akkor jó, akkor valahol így rakjuk össze ketten az angol tudást. Ázsiai, de... borzasztó dolog angolul beszélni, ez egy rémálom. Hát azért, tehát mondjuk egyébként arra jobban fel voltam készülve, mint a kivire. Tehát azért az ázsiaiakat hallottam már összefüggő hosszabb időben angolul beszélni, tehát azt egy kínai akcentust felismerek, egy kivit azt így hát hallottam egy-kétszer, de hogy azért tényleg ez a egy dolog, hogy mondjuk a tévében milyen, vagy YouTube-on, vagy nem tudom, aki ott beszél, az azért nyilván egy kicsit érthetőbben artikulál, aki tényleg az anyanyelvén a saját életterébe nyomja a szöveget, hát ott azért úgy tényleg az ott néha, hogy hát nem néha, gyakorlatilag szinte mindenkinek legalább az első mondat után vissza kellett kérdezzem, hogy tessék, mire úgy letelt az a 1 perc, amíg hozzászoktam az akcentusához, úgyhogy ezért volt meló, de jó volt abszolút. Nem. Meg tényleg az, hogy így, tehát nem volt az, hogy jaj, bazd meg. Nem volt ez a balkáni feeling, hogy jaj, mert elmondtam már egyszer, hogy nem figyelt, hogy bazd meg, hanem így nyilván elmondtam még egyszer, vagy elmondtam máshogy, vagy megvártam, még megértem. Úgyhogy teljesen rendben volt. Királyság. Egyébként, tehát akkor így összefoglalva, hogy jól veszem ki a szavaitokból, tehát ez egy tök sikeres túra volt, jó élményekkel. A gyűrűk ura helyszínek közül a legnagyobb és legkomplexebb élmény az Hobbit falva, mert ott ugye a díszlet is ott maradhatott. Ó, de hülyék vagyunk, hát kihagytuk a vetát amúgy, barom állatok vagyunk, de igen. Számít, végül is. Szóval bocs, tehát Wellingtonban elmentünk a Veta workshopba, akik ugye a gyűrűk ura effektjén dolgoztak, igen. És ott egy stúdió túrán vettünk részt. Ez nekem egy pici csalódás volt, mert én ugye hozzászoktam, hogy mondjuk a tehát ugye amikor Los Angelesben voltunk, akkor ott tényleg nagyon komoly stúdiótúrákat láthattunk, tehát ott bemehettünk a
a kellék raktárba, meg a hogy készülnek az effektek, meg a díszletek. Itt, itt annyi volt, hogy, hogy az eredeti gyűrűkora páncélok, maszkok, sisakok, meg más filmekből is látható kellékeket megmutatták, ott is lehetett fotózni. Nem, nem lehetett fotózni, bocsánat. De hát azért jó volt látni mondjuk az eredeti Sauron páncélt, vagy az eredeti Théoden sisakot, vagy Aragorn kardját, tehát hogy ezek azért nagy élmények voltak. Na hát akkor ez azért akkor egy szinte jó az pont, tehát hogy akkor a Hobbit falva és a Vetok központ azért az, az egy... Hát meg Edorász is. Csak ez nem egy kiépített dolog. Az nem kiépített. Tehát hogy, az hogy ez, ezek ilyen, ilyen kiépített... Igen, kifejezetten, igen. És a, kifejezetten a gyűrűkorához kapcsolódó élmények, és Edorász, mint helyszín. Tehát az akkor is brutál jó, hogyha nem tudod, hogy ott forgatták a gyűrűkorát. Ez egyértelmű. Csak hogy az egy ilyen inkább természeti látnivaló, és hogyha egyébként pedig tudod, hogy itt forgatták az, az Edorász jeleneteket, akkor, akkor ez egy külön élmény. Jó, hát ez egy kifejezetten tartalmas utazás volt. Hát igyekeztünk, hogy... hát mivel a világ túlsó végén van, tehát ha már kimegyünk, akkor próbáljunk meg minél több mindent látni, és szerintem pont jó volt, hogy nem volt ez a rohanás, hogy tudod, sehol nem volt idő megállni egy picit, hanem pont elég programok voltak minden napra elosztva. Jó, hát ez meg Gáspárnak volt az érdeme. Hát igen. Meg picit az enyém is. Igen. Azért az enyém inkább. Te meg békességben és nyugalomban hazakormányoztad magatokat, vagy legalábbis hát, már, mint így az autó ügyében. Hát ott is volt egy kis problémák, hogy nem működött a tank. Tehát tehát betankoltunk, és nem ment fel a kis mutató, és akkor ugye visszamentem, és $1 tankoltam még egyet, hogy akkor biztosan működjön, de aztán szépen az lassan felúszott a kis mutató, úgyhogy az, az is rendben volt. Hazarepültünk, és hát ahogy egyre közelebb értünk Magyarországhoz, egyre szomorúbbak lettünk az első magyar szó hallatán, meg a... Hát most nem akarok így magyar fikázásba átmenni, mert abszolút szeretek itt élni, de amikor megérkeztünk Ferihegyre, és elindultunk a buszon, ugye, a kőbánya igen, felé. Igen, azok mindig ilyen sokkoló élmények. Sokkoló élmények, egyrészt az utak, tehát hogy egyébként Új-Zélandon tökéletesen gyönyörű sík utak vannak, tehát egy kátyú nem volt kb. Az egész országban, Magyarországon a busz így kirázta a beledet, és amikor megálltunk egy piros lámpánál, és körbenéztünk, és elkezdtük számolni a kormányplakátokat, azért az is egy elég szomorú élmény volt. Tehát, hogy Új-Zélandon egyetlen egy ilyen politikai plakát se volt sehol, itt meg hát kb. 18-at számoltunk egy útkereszteződésben, úgyhogy ez kicsit rávilágított arra, hogy másképp mennek itt a dolgok. Ez tény és való. De azért én összességében most nem védelmire kelve a dolognak, de azért még így is a világ top helyein élünk, ahol azért kisebb mértékű az éhezés, nem dúl folyamatos háború, nyilván egy csomó minden rossz dologra fókuszálhatunk, és nyilván hogyha Új-Zélandon élnénk, akkor még szerencsésebb emberek lehetnénk, de azért ne is verjük magunkat a földhöz, mert sokkal-sokkal rosszabb körülmények között is élnek emberek. Megmondtam olyanokat, amik szerintem Magyarországon jobban működnek, tehát hogy nem azt akarom elmondani, vagy nem úgy akarom beállítani, mint a ígéret földjét, és beszélgetünk nyilvángással, hogy mi lenne ott kint élni, kitelepülés, de azért tényleg az, hogy a világ túlsó végén van, az egyszerre áldás és átok. Tehát, hogy így van. Áldás az... olyan szempontból, hogy elvileg a világ bajaitól távol vagy, bár mondjuk ez a Christchurch-i merénylet ennek ellentmond. Hát más bajokkal szembesülsz. Tehát, meg a honvágy azért az komoly. Tehát meg az, hogy tényleg nem tudsz csak úgy beülni az autóba és hazavezetni 2 óra alatt, hanem konkrétan másfél-két napot kell utaznod, hogy hazarepülhess, igen, komoly jegyárak mellett, tehát, hogy ez egy komoly visszafogó erő. Én annyit tudok mondani erről, hogy akikkel azért beszéltem, és kitelepültek külföldre, nem elsősorban korunkbeliekre gondolok, azoknak azért kemény életük volt, azért külföldön bizonyítani azért nem volt egyikőjüknek sem egyszerű, mindegyikőjük helytállt, mindegyikőjük van, aki már ismerős azóta meg is halt, de hogy azért így az életük végére, tehát az életük második felére, pedig hosszú évek, évtizedeket töltöttek kint, került úgy egyenesbe az életük. Úgyhogy komoly munka eredménye volt olyan értékű állampolgárra válni, mint mondjuk egy helyi, de nyilván nem lehetetlen, meg ez egy tök jó dolog,
is lehet, de hogy azért ez nem feltétlenül olyan, hogy akkor a kolbászból van a kerítés. Tehát ez szerintem nagyjából sehol nem így működik. Hanem az kemény munkaeredménye. És érdekes, egyébként ez egy tök fura történet, de nekem van egy olyan összetársam, aki az érettségi utat, tehát fura kimondani, több mint 10 éve Izlandon él, és ő pedig erősen haza szeretne már költözni. Tehát pedig egy nagyon-nagyon kellemes országban él, és tök jól tud keresni, stb., de ő neki meg már honvágya van. És nyilván egyébként pontosan az egyik legnagyobb visszatartó erő, amit mondtatok, ez erős politikai helyzet, amit kialakult a rendszerváltás után. Években, évtizedekben az erős kulturáltanság politikai téren ez őt is elbozasztja, tehát mindig, amikor itthon van, akkor ez az egyik legfőbb problémája. Ez ilyen. Ja, úgyhogy ez alapján mindenki el tudja dönteni szerintem, hogy mire vállalkozik, illetve én azt tudom tanácsolni, hogy menjetek. Tehát, hogyha valóban ki akartok költözni, akkor ezt nézzétek meg. Tehát, hogy mondom, aki esetleg tényleg ilyen szociálisabb ember, nem annyira természetkedvelő, annak Új-Zéland sokat nem ad. Tehát azon kívül, hogy mindenki egyszerűen drága, meg 36 órát kell utazni, hogy odaér, nem sokban különbözik egy átlag európai városoktól, országtól. Tehát működik az ország, én itt tudok ma elmondani, működnek a szolgáltató szektorok, működnek a vendéglátás, tehát minden működik, és mellé kapsz egy olyan tájat, amit szinte sehol máshol. Igen, hát ez tényleg lenyűgöző volt azok, amiket mutattál. Úgy királyság, hát akkor köszi. Én köszönöm szépen az élménybeszámolótokat. Gásper, neked valami ilyen lezáró gondolat még, ami benned ragadt? Igazából én azt mondom, hogy ami nekem vonzó volt, nyilván amellett, hogy milyen tájak vannak, az tényleg az ember emberi oldala, mondom én, hogy aki utálom az embereket, így alaphangon, de hogy egy sokkal, sokkal jobb érzés volt az, hogy tényleg tök kedves mindenki, és nem az alaphangulat, hogy én vagyok a világ közepe, és mindenki másnak a kurva anyját, hanem azt, hogy most igen, miért nem mosolyoghatok rá az emberre, és hogy így tényleg ezek olyan dolgok voltak, ami igazából semmiben nem kerülne ezen. Tehát, hogy ez egy ilyen alapmentalitás, és hogy ez bárhol lehetne csinálni, és függetlenül attól, hogy állunk szociálisan, vagy hogy nem állunk, mert tény, hogy mondjuk tehát nincs éhezés az országban, nagy tételben legalábbis, meg mondjuk nem vagyunk háborúban, de hogy abszolút egy más érzés az, hogy most mit tudom én, Ferlibe, ahol egyébként tényleg hárman laktak összesen kb., éppen András átállt az autóval a szomszédbeállóból a miénkbe, és jött egy random egy nő az úton, és meg kellett állni a fél percre, mert András ott azért tolatgatott. Fél percre azért nem, ez kicsit hosszú. Jó, most 20 másodperc, 10-re, de mindegy, és hogy én meg kimentem éppen, nem tudom, egy mezitláb, csak megálltam, és a nő még így rám mosolygott, tehát hogy érted, nekem semmi közöm nincs ahhoz, és akkor így mondta, hogy, vagy így láttam rajta, hogy jó, hát akkor most tolatgat a csávó, várok 10 másodpercet, vagy 20-at, azt megyek tovább, és hogy így. És én még néztem, hogy azért, tehát, hogy Magyarországon mikor mosolyog rám, aki amíg 20 méter oldébb állok, és éppen kijöttem az ajtón, mit mosolyog, miért mosolyogna rám egy elhaladó sofőr, és tényleg ennyi, hogy miért ne? Tehát, igen, hogy attól csak jobb lesz, és semmiben nem kerül, és neked is jobb érzés, meg neki is, tehát, hogy így pont ennyi, és én nekem ez volt egy nagyon, nagyon jó dolog, meg azt, hogy tényleg így visszamersz kérdezni, megmered kérdezni az autóbérlésnél ötödszörre a kedves japán úriembert, hogy legyen kedves már azt a biztosítást, amit már háromszor elmagyarázott, magyarázza már még egyszer, mert még mindig nem értem, és akkor elmagyarázta még egyszer, és így érted, nem azt látod rajta, hogy bazd meg a kurva anyád, és minek, hanem akkor elmagyarázta újra, és kész, és megköszöntök szépen, és tudod, hogy jó volt. Úgyhogy ez az, ami nekem így az emberi oldalon nagyon jó volt.
meg az, hogy tényleg ilyen tájak, meg ilyen élmény, meg azért az, hogy innentől na mi volt a legmesszebb, ahova utaztál, kezdetű beszélgetést, biztos, hogy mindig megnyerjük innentől. Azért az Antarktiszon még lehetne nyerni. Nincs messzebb. Hát az Antarktisz? Az már közel van. Tehát hát figyelj, nézd, tehát én megnéztem direkt, a Föld másik oldala, rá lehet keresni, nem tudom, ahogy találtam meg Google-be, az mondjuk Budapesthez képest, az Új-Zélandtól valahol keletre, vagy észak-keletre van, én nem tudom, én 100 kilométer. Na én, tehát, én elmegyek oda, és ott leszek a tengerben. Jó, ott üljél egy kicsit. Igen, és így, na, nyertem, és akkor jó pofán csap egy bálna. Én így képzem, hogy Lóri ül egy ilyen kis citromsárga felfolytó gumicsónakban, ott az óceán között, ez az, nyertem! Igen, és akkor most menjünk haza, de hogy? Jó, rendben, hát akkor köszönöm szépen, srácok, ez egy nagyon nagyon, nagyon élménydús beszámoló volt az utazásról, és akkor legközelebb találkozunk veletek, még nem tudjuk pontosan, hogy mivel, mármint ez most az elköszönés a hallgatók felé, még mindig egy podcastet veszünk fel. Okay. Lóri most kirúgott minket a Tunából, de nem baj. Nem, ez a hallgatók irányába szólt. Jól van, szóval nem sokára találkozunk veletek, még nem tudjuk pontosan mivel, de megígérjük, hogy hamarosan, úgyhogy akkor további kellemes TuneUp Radio hallgatást, sziasztok! Na, de nem köszönsz el, hogy...